Figyelj, ilyen már oda, merre kanyarok az éves sportkocsival, fiam? Jó estét kívánok! Erőt, egészséget, uram. Beírjuk magunkat a tabletba. Discordon. No. Na Gyurikám, jó nézel ki, Gyuri. Ez az. Igazi rendőrjárőr. Na Gyuri, látod, apád büszke lenne rád. Na, nekem dumá, fiam. Nekem dumá. Mocskos imperialista kapitalista, nekem dumál. Mi? Mit hallok? Nekem dumál. Hoppá! Megmutatom én, mi az a kádár kolbász. Éhese vagy még? Igen, közveszélyes munkakerülő vagy. Csat! Majd én megtanítalak a tisztességre, fiam. Pif! Na. Erről van itt szó. Hova lett a világ, hogy máma már egy koszos hajléktalan is majd panasz fog tenni egy rendőrre? Vagy a boxos képűek?
Measure the sageness. Kasus tsehme kososak. Ja sekä to boksus keipyä, ket pumpelet, ne tonita ne orjuissa se jiko semetet. Regolab. Omaan az iskolában nem figyelnek oda, meg kibugdosnak. Na, kezdjük meg akkor a szolgálatot. Kéne sapka? Lehet egyébként kellene. Nem baseball sapka. De elmegyünk, veszünk egy tányér sapkát. Meg kell jelentkezni rádión. Magyar György 18, erőt egészséget kollégák. Aha. Az igen. Előtt egészséget, kollégák. Szép napot, György. Mi a helyzet? Jó, minden. Most voltunk rablásom. Igen. Megfigyeltünk. Megfigyeltetek, azt mit láttatok? Hát, itt a kollégám bement a túlszárgyalóval. Én igazából csak kívülről figyeltem, hogy milyen szép a bolt. De ennyi. Milyen szép a bolt. Ezt figyelted meg egy rabláson, hogy milyen szép a bolt. Ha mi más figyeltem volna. Magyar György vagyok, jó napot kívánok. Dráko Miroslav, együtt végeztük el a felmérőt. Igen. Milyen felmérőt? Nem, biztos. Papucsos? Nem, az a Béla volt a papucsos. Ja, tényleg. Milyen felmérő? Milyen gyakorlati? Vagy milyen? Így van. Hát, gyakorlati vizsgálat volt, csak nem, mondjuk nem. Rendesen fel volt öltöző, nem volt visszamaradva. Ja? Mint a Béla. Jó, oké. Okay. Hát igen, mennyien vannak. Erőt, egészséget, uram. Szép napokat. Tisztelet. Most jöttek vissza a boltrablásról a kollégák, én meg most jöttem szolgálatba. Igen, nagyon magát láttam, hogy megjött. Csíja. Rádión, jelentkeztek már? Így van. Persze, én már régóta szolgálatban vagyok. Már vagy 2,5 órája. No, persze. Nagyon kreatívan menekül az illető, egyébként nagyon egyedi dolgokat használ. Akkor a kolléga nem tudja, hogy van a rádión járőrpanosnak, mert nekem nem érkezett válasz. De akkor valószínűleg nincsen, hogyha nem érkezett válasz. Nem tudom. Na, egyszerű. Most a nagy üldözés folyik a rádió. Én lemárral vagyok behoztva, elvileg, de egyszer elment, gondolom azt hitte, hogy már nem jövök, mert bevittem a garázsba a mercimet, aztán elment egy másik kollégával. Aha, szép napot. Erőt, egészséget, úram. Kollégák, milyen rablás volt most ebben? Benzinkúti. Hát ezt értem, csak megmentén kút. Hát várj, megnézem át. Az a szép benzinkút, azt mondta a kollega, nagyon szép volt az a benzinkút. A dokokhoz vezető benzinkút, nem tudom, tudja. Milyen benzinkút volt? Hát oda a benzinkút mellé az van fehérre kívül, hogy Little Saul. Jó. Hogy hívták ezt a csávót? Nem emlékszem a nevére már.
Akkor most mihez kezdünk? Igazából gyorsnék a jelentésten a, nem tudom, itt a őrmester kollégával elmegyünk járőzni, és viszik magad is. Jó. És hogy fogunk elférni, kolléga? Hát két különösen, persze. Ja, ilyen. Nekem kihozok a Skodát. Vagy egy interceptort, nem tudom melyiket. Nekem elméletileg van járőrtársam, a múgram. Igen. Mi vagyunk ketten. És nem erre gondoltam most, hanem... Ja, ugye mi ki van osztva. Így van. Hát előbb elmondtam, hogy velem milyen helyzet a kiosztással. Na, ne sípoljon már itten kollega. Milyen hangot adott ki? Valami macska, te alánk szorulsz, vagy mi? Majd meglátja. Ó, úristen. Ilyen, van aki tikkel, van akinek a szeme tikkel, én néha visongok. Jó, van, értem. Azt nem értem, hogy a felvétel eljárásán, hogy nem derült ki, hogy elmebeteg vagy. Az elmém nem beteg, csak kaktus. Ó. Kerítsa. Néha kihagy. Na tessék, megint. Ne fújjon már azt a sípot. Hát most Istenem, mindenkinek vannak fura szokásai, például maga is dohányzik, mert ő talán nem dohányzik, ő visong, de hát most... ebbe mi a fura? Ez még Győr mondja, hogy védi a szervezetét, így karbantartja, az cigizik. Én karbantartom a szervezetemet, akármikor kiállok, akármelyik ugyosfaszú 20 éves ellenfutó versenyre. Meg is fenekszek vele. Hát, tudod, de nem ezt csinálja. Edzem a tüdőmet. Hát ahogy nem, rákészíti, hogyha esetleg akció esetleg... során füstgránátot kell bevetni, vagy valami, akkor már a tüdeje hozzá. Be kéne menni egy égőházba, elszívnám a füstöt onnan is. Kollégák, mindjárt beálltok a volán mögött, csak mondom. Tette ugyanaz. De egyébként hallott valami új dologról a tabletben, hogy mindjárt fogom most akárki jelentkezhet járőrparancsnoknak így idéglenesen, ha nincsen. Én szerintem véletlenül egyszer benyomtam azt a gombot, ott ilyen X-ek lettek ott a nevek fölött, meg minden ilyen mínuszjel, meg minden ilyen pluszjel lett. Az azt jelenti, hogy járőrparancsnok lettem egy pillanatra? Besúgó, megint aljas csövesek, lepték el az üresen álló lakást. Nézzük akkor meg. Szomszédnál olyan buli. Indulás. Nézzük. Nézzük. Valamit hordott a ruhája alatt, hogy így jár, vagy feszülött a ruha, vagy mi van? Figyelj már, mit szólogatsz be, fiam? Hát csak kérdeztem. Szépen. Nekem azért feszül még, hiába ők 52 éves. De azért ott még a merevedés megvan reggelente, meg este is. Amíg az megy, tiszteleg. Főnök úr, mit szólna egy kis lájtos melódiához? Nyomja csak. Az a kocsi ott mit keresett? Nem tudom, majd visszafele megnézzük. Megyünk bevetésre. Hol vannak a csövesek? Nem tudom. Lehet, hogy már későn értünk ide. Ön mögött volt egy autó. Motor, elnézést. Motor? Hol? Uh-huh. Egy balra csak bekukucskált. Talán fekete szín, ha jól láttam. Ha, látom. Addig folytatnám is ezt a lájtos melódiát. A ősre elszaradunk, mert leadom a szolgálatot. Persze. Ez most jut eszedbe.
Nem most jut eszembe. Elment a kedvem. Most úgy. Na, most már visszajött. Nem. Most már 3 óra jelesen. Szolgálra be vagyok, most már a feladatban. Elment a kedve. György, egy pillanat, akik állnak. Kollégák. Igen, itt szeretne. Jöjjön ide, egy kicsit. Kolléga. Parancsoljon. Viszont cseréljek egy Octaviára, mert interszatom, mert van. Kedveltem magát. Tudod, ezért 30 euróval kiszúrod a szememet? Mit szeretnél? A morzsákat a ruhájáról vele. Mit gondolsz? Hogy én ezért vagyok a römlány, az 30 euróért valamit megkapsz tőlem, vagy mit szeretnél? Semmit nem akarok. Jó, van akkor. Na jó éjszakát! Jó reggelt, hello, hello. Várjon kolléga, autót kell, cseréljünk. Jó van. Szerintem meg lefektették már most. Jó, hát én eldefekteztem kollégák, a tiétek. Eldefekteztem. Hát, rajta vagyunk, igyekszünk. Szerintem is szólt. Szóltak neki, hogy most már sok lesz a számítóból. Károly kicsit. Ez a Károly gyerek, aki képzésen is egy fura gyerek volt. Nem, szerintem nem volt vele baj. Kicsit még tanulnia kell, meg gyakorolnia, de... ez ennyi. No, ezek a izék mindig itt állnak. Hát én nem, ja, velem van itt. Ezek beletik ide mappolva, vagy mi a fene van? Elég komolyan akarnak berkizni minket, mint a gyökerek. Lehet, megtaláltak az ellenőrző. Nincs már ellenőrző. Felhő. Nincs már ellenőrző. Kréta van telefonon. Beírsz valamit, szülő már látja. Nem kell hazáig várnod. Már mire hazaérsz, kész van. Érted? Nincs úgy, hogy ott hagytam az ellenőrzőmet, vagy az iskolába hagytam, vagy beszedték. Ez volt a duma. Beszedték az ellenőrzőt. Nincs ilyen duma. Most már ott van, hogy azonnal instant get pacek.
elég komolyan akarnak berkizni? Nem tudom. Ezek a siheder dumák biztos. Szegény Berki. Akkor is társabb. Mi a fene van oda kirkába? Ötven fokos a videókártya, 31 fokos a 31%-os a kihasználtsága, CPU 28. Holnap hamarabb fogok kezdeni, mert holnap különleges stream lesz. 5-kor fogjuk kezdeni, vagy fogom kezdeni. És egy különleges adással várlak benneteket holnap. Valószínűleg. Miért elment 30 ezüstöt adott? Igen. Igen, hát én se, azt azért nem. Azt, hogy nem volt szimpatikus, de ezt azért senki nem érdemli. No. Estet már szeretem, jó rend van az utcákon. Így van. Akárcsak az előző rendszerbe. Így van. A ritka pillanat az ilyen. Nem is baj az. Hát de az emberünket véletlen megfiteltem, felvágódott az elválasztó falra, szarrátart a kocsa és tovább megy, de... Hogy a faszomba lehet valakit véletlenül megfitelni? Én nem tudom. Nem, ez várják meg illet is fel akkor. Ha meg el akarnak futni, akkor sokkolják meg őt. Leugrottak a hídról. Mivel? Leugrottak a hídról be a vízbe. Én azért megnézném ezt a rendőrautót, ez hát mit csinálni itt? A pénzmosó mögötti hídról ugrottak be az óceánba, egyiket sikerült lesokkolnom ugrás előtt, a másik úszik ki a partra, látom. Beugrott most kajak egy 70 méter magasra. Valaki tagyta volna. Torot volt volna mindegy. Igen. Le van zárva. Imaszagot érzek amúgy, tehát haló, ez vigy micsoda. A fél kapját, próbáltak meg elkapni, ha nem sikerül, akkor meg imádkozzatok már. Alexandra Ragnarsson a tulajdonos. Jó van, már ne bóbitáljál, man. Egyem meg ezt a nyugati technológiát. Azt hiszem. Sípol, ha kell, ha nem. Hihetetlen. Jó van, akkor majd a... Dandátábornok asszony intézi a sorsát a kocsinak. Így van. Bár az egy rohadt idegesítő, hogy vinyag ez a szára, mindegy. Te héten került be szerintem a riasztó a kocsiba. Esetleg kell segítség? A drift pályánál vagyunk kint, és ott keresgélünk a vízbe, útott ez egyik elkövető. A másik embert lesokkolt a ugrás előtt, és úgy esett bele a vízbe, lesokkolt állapotba. Hol egyesek egy helyút vigyünk arra? Én küldtem az SMS-t, jelenleg itt vagyunk, itt ugrottak bele az óceánba. Esetleg ha jóra van szükség? Tudom, hogy nincs értelme kérni az update-eket, senki. Vonox, én elmondtam az update-eket, a meglepetés. Meglepetések köz volt a riasztó.
Ez nem volt kírva az update-ekbe. Na. Azért fényes nappal a kocsma meg tele van, azért oda bemennék, azt elkérném mindenkinek a munkakönyvit, hogy ugyanúgy dolgozik. Hát figyeljen, bevehetünk, ha nagyon szeretnek. Maga a főnök őrmester úr. Jó, hát. Én azt teszem, amit maga mond. Hát azért, ha van valami meglátás, akkor azt mondja nyugodtan. Ha valami szeretne csinálni. Én nekem az a meglátásom, hogy ez a kapitalizmus virágrend, ez egy nagy kalapszar. Hát ezzel egyet tudok érteni. Mindenkinek minden joga van, mindenki azt sem, amit akar, azt nem halad semmi sehova. De legalább fixen megálltunk a szarba. Az igen. Na eztet mondom. Hogy lehet ez, hogy zenél a rudája? Hát, ez már a technológia. Szocializmust most. Ez zseniális. Zseniálisak ezek a... Hogy hívják ők? Emótok. Teljesen be vagyok öltözve, nem? Biztos... Ó, hova jövünk? Na, itten is biztosan élnek ezek a ezek. Munkakerülők. Itten búgálnak a munkakerülők, elbiztjuk akkor szépen. Munka nem esít. Csutika, te sóval honnan jöttél, érted? Írkálják össze-vissza ezt az összes izét, betonfalakat ezek. Igen, Csutika, jó lenne Csutika, hogyha magázva írna a streamen. Tisztelettő. Na, azokat nem találtuk meg, imádkozunk egyet, aztán lesz, ami lesz, tehát ez így haló. Ez így haló? Na, kezdődik megint ez az izé, Isten ez is. Hogy képzelik egyesek, hogy egy szakállas ember teremtette a világot, ugyan már? 6 nap alatt. Mondjuk annak idején a brigáddal 5 nap alatt is megoldottuk volna. Hát, ezt gondolom. Nagyszerű Csutika. Különben Szibéria gazdag vidék. Én olvasom az update-eket. Csendőrjáról, így van. Így van. Na nézzenek csak oda. Bekérdezünk, megnézzük, mi van itt. Ücsörög az autóba, a munka meg nem halad. Szép napot. Jó napot kívánok, Magyar György vagyok, rendőrjáról. Tisztelt a biztos uraknak? Minden rendben van, nem tapasztalt semmi furcsát. Eddig semmi furcsa. Mondjuk én tapasztaltam. Figyelek. Itten ül az autóba, a gépek még nem haladnak. Várja a buktát, vagy mi a helyzet? Nem, sok étel volt a zsebemben, ezt beraktam a kesztyűtartóba, hogy ne húzza, miközben pakolom itt a dolgokat. Persze. Jól van. Ben még vannak ketten, hárman, esetleg őket, ha megkérdezik, hogy láttak-e valamit, én semmit.
Ezen a gépjárművön, uram, elő nincsen rendszám. Hát az... Ahogy elnézem. Az szokásos, legalább hátul van, az már egy hátul jó van. Pont. Az ilyen nem, nem szoktunk úgy általában. Értem, uram. Kakasztól a csizmás rendőr. Szép napot. Szép napot, uraim. Elnézést, azt szeretném nem is kérdezni, hanem inkább mondani, hogy elég veszélyes ez a bányász munka, de ahhoz képest elég kevesen tartják be a munkavédelmi előírásokat. Ez az önök hatáskör? Meg. Hát nem igazából ez a munkáltató felelőssége. Milyen előírásokról beszél, uram? Ezen hát felül tud panasztani, feljelenteni a rendőrségre a munkáltatót, aztán utána már a mi dolgunk. Ja, nekem a munka minőségével nincsen bajom, csak tényleg minden második embert, hanem majdnem az összeset munkavédelmi felszerelés nélkül láttam. Itt bent az olvasztóban ilyen spárgaugrás, meg haránfekvés, meg mindenféle bicskaugrásba ugrálnak végig az emberek, és nem nagyon vigyáznak magukra. Tehát az ő maguk problémája szerintem, hogyha beleesnek valamibe, éri maguk valami, akkor majd jól el lesznek ítélve a munkaügyi bíróságon. Pláne, hogy itt az olvasztó az kamerával felszerelt, úgyhogy onnantól már milyen biztonsági oktatás biztos, hogy kaptak a dolgozók. Ha jó, onnantól vagy, csak fétettem itt a lurkókat, de hát az ő bajuk. Végül is igazán. Hát figyeljen, uram, hogyha úgy érzi, akkor menjen oda, szóljon rájuk nyugodtan, aztán ha nem tartják be, akkor már nem tudom nincs mit kezdeni. Ja, hát most a beesnek hát mondjuk olvasztó. Őrmester úr, én tudnék, bemennék, aztán rendet tennék. Ja, hát igen, ezt elhiszem. Igen? Olyan, mármint mentálisan hatna rájuk, vagy pedig morálisan, vagy fizikálisan? Mentálisan, azt, hogyha nem nőjönne be a mentálisan, akkor fizikálisan is megmutatnám, hogy ugrik a bakfit. Hát van egy jó módszer, az igazság, régebben nekem is volt egy pár kék ruhám. A gumibot megfelelő testüreg nyílásba helyezése az mentális és fizikális egyszerre. Na. Igen, hát biztos vagyok. Ja, próbálta. Elkapta ezt a homokosságot, uram, vagy mi van? Nem, dehogy is, nem. Próbáltam rájuk hatni, de csak tetszett nekik, úgyhogy inkább hagytam a picsába. Ja, Istenem, az a legrosszabb, hogy próbálna fenyíteni, azt még tetszik nekik. Ja, még jó. Jó van, nem akartam önöket főtartani. Köszönöm, hogy meghallgatok. Nem tartott fel, nagyon szívesen. Nem jó van. Tartott fel, Istenem. Viszontlátásra, aztán vigyázzon. Viszontlátásra. Viszlát. Na, erre kimegyünk. Menjünk. Elvileg drug dealert jelentettek be. Ezekkel a szipusokkal csak a baj van. Azt hiszem. Unalmukban már nem tudnak mit csinálni, majd megmutatom én nekik. Lehet szemetet szedni, parkokat szépíteni. Hoppá! Ezt láttak volna? Láttam. Ilyen ez a nyugati gépjárművesdé.
A szürke Audis. Szürke Audis. Na, ott volt. Micsoda autót tudom? Nem tudom. Hát gondolom a drogkábítószer vagy valami. Szürke Audis. Ez nem túl sok információ. Mondjuk ez, hogy szürke Audis, vagy fekete Opeles. Talán ez a sok információt nem tartalmaz. Hát nem, sajnos, hogy visszamegyünk, megnézzük, hogy ott van-e, aztán kikérdezzük. Ha nem ő volt az, aki most elment szembe. Itt kellett már befordulni. Nem tudja, hogy hova megyünk. Emlékszik a kolléga, hogy honnan jöttünk? Én emlékszem a benzinkútról. Forduljon itt jobbra. A másik jobbra. Másik jobbra. Itt is jobbra. Így van, egyenesen hajtson. Egyenesen. Így van, itt tesz jobbra. Ha itt tesz még. Már bottal tettjük a nyomát. Hát igen. Na mindegy. Én erre most még csak kíváncsi lennék, hogy mi a francnak van itt. Tehát nézd. Jajjajjaj, bocsánat. Ez ide lett mappolva, vagy... Vagy hogy? Mert ez itt van napok óta. Mit lát, uram? Ismeretlen tulaj. Rendszáma FAN 407. Hát ezzel így nem tudunk mit kezdeni, mert akkor is miért itt áll, miért kell elvizélni az utat? Én szerintem direkt van ez itten. Napok óta itten van. Igen? Igen. Napok óta itten látom mind a kettőt, azt is, meg ezt is. Én eddig nem is láttam ezeket. De hát, ha ezek itt vannak, akkor itt is maradnak. Tanuló vezető. Mi a helyzet? Nem ért már véget? Pillanatot, zsámet kérnénk. Felső beszélgetések vannak. Felső beszélgetések vannak? Hát... Borítékautó volt, amit hallottunk rádióba. Hogy ebből... probléma lesz. Jó
Szia, Maci, Laci. Kösz szépen, Tomó! Ez még mindig kegyetlen. Azért nem minden üldözés végződik felső beszélgetéssel. Hogy 95%. Na, az meg forgalmas ember akar behajtani, uram. Igen, igen, látom. Azt mondja, rendszám VZI 750-es. Na nézze, kollégám, elromlott az F6-10-bom. Azt mondja, VZI 750-es, Juan Pablo a tulajdonos a gépjárműnek. Úristen. Én azt javaslom, uram, hogy vontattassuk el a szervizesekkel, vontatóval vigyék el a telepre. Jó, rendben, akkor hívjon egyet. Intézem. Rendben. Már azért benézek ide. Megnézem a csavattartót, gyorsan. Rendben, jöhet érte a vontanyó. Évtem. Rendben. Akkor itt megvárjuk. Addig rátálom. Amúgy most akartam szubolni, szóval járjon még jó valaki ma. Jó van, Maci Laci. Mutassad meg, hogy kereső ember vagy. Nehogy aztán igazat mondjanak itten, hogy egy munkanélküli vagy. Boxos képű. Köszi szépen! Gyanús nekem ez a gépjármű, hütten. Daniszke, kösz szépen, elindult a... Elindult a Szájp vonat taktikai möllénybe. Mit van a szekrény ajtója, nem? Kösz szépen Daniszkének is az egy... Hogy hiákot? Mondjad már, minek hiákot, subgiftet már, na.
Na, így. Addig sem zavarja a forgalmat, és... Így van. Mehetünk tovább. Akar vezetni? Vezethetek is. Azt csinálom, amit maga mondja, mester úr. Akkor én vezessen. Vezetek. Rendben. Tessék. Rendben, uram. Ott hagytuk az autót, egy Mercedes AMG GT 63-as gépjármű. Rendben, azt hagyjuk itt akkor a telepen, majd jön én. Így van, így van, hagyják ott a telepen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Telefonált a szerelővel, elszállítják a gépjárművet. Rendben, kösz szépen, Nóri. Viszont beszélhet simán is, nem kell a rádióba, mert mindent hallani lehetett a rádión. Mindent, ha mindenki értse, azért csináltam, mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Rendben. Nem probléma, el kell gondolkodnom pár pillanatra. Rendben, gondolkozzon csak. Kösz szépen, főszlöl a százast! Na, már megint. Maradjon a földön, hívom a mentőt. A kollégák, hogy érzik magukat? Nem jól. Előtt egészséget, nem jól. Jól van, intézkedem. Annyira tudtam, hogy ennek a boxosnak se jogosítvány sincsen, se semmilyen. Ja, faszom, az a boxos. Ide figyelj, kormos képű, maradjál ott, hívom mentőt. Tárasztista. A kollégával minden rendben van? Van valami probléma esetleg a cigánokkal? Nagyon odom azt az ajtót, karom. Hopasz csávó! Isten, mi történt? De figyelj, hogy mondja, magának rendőr úr! Na, ha persze. Én akkor most kérdő vagyok, mi? Hát? Egyszer néztél te már tükörbe. Miért nézzek tükörbe? A kolléganővel? Na. Hogy érzi magát, uram? Te belenézett tél a tükörbe. Azt izé. Hogy érzi magát? A kérdése válaszoljon. Nem is másoljon. Itten ahol szokták ezek. A kérdésekre. Mi az, hogy te? Ne tegezzen. Hát miért? Akkor miért ne tegezzen? Mert elviszem, aztán megterápiáztatom. Jó, oké, akkor ez esetleg az úr. Itt a tiszteletes. Tetszett már esetleg valamikor tükörben nézni? Vagy esetleg én minden reggel belenézek a tükörbe. És visszavilágít? Vagy ugyanolyan sötét marad? Visszavilágít. Kollega úr hívott mentőt. Hívtam mentőt, így van. Hogy érzi magát, uram? Beütötte a fejét? Hát... Lehet javítana. Nekem tompított a haj, tudja. Meg itt a sapkát. Igen. Meg ez a kalap. Valamit. Nem fázik nekem a fejem. Hát nem is azért kell venni, azért le ne égen nyáron, tudja, akkor vörös lesz, mint a rák, és még csúk. Még... Hogy mondja? Megmadartalanak. De mindjárt akkor. Jó napot kívánok, Magyar György vagyok. Jogosítvány forgalmengedést szeretnék kérni a gépjárműről. Persze, pillanat. Cigánok, itt egy rasszista. Pityukának küldtem egy kordit, ide kéne jönni. Nem. Jack Oliver szolgálatban? Halló, Gino. Ide figyeljen már. Megértette, amit kértem magától. Hát igen, de ha esetleg van valami probléma, akkor itt vagyok. Halló, Gino. Azt láttam, hogy itt van. Láttam, hogy itt van, most okozott egy balesetet. Én okoztam a balesetet. Gino, hozzad majd a magad. További jó szolgálatot. Azt mondjuk én is itt szoktam megállni, hogyha éppen nincs jó fék. Gino. Ryan Rodriguez. Mondja. Hogy neked? Na ide figyeljen. Jogosítványt foglalom, engedélyt kérek, nem mondom még egyszer. Ha ellenszegre a rendőr intézkedésnek beviszem. Mindig ellen kell szállni. Elnézést.
Mutatom. Nem mutatom. Nem mutatom. Nem mutatom. Nem mutatom. Farkas Gino. Farkas Gino. Magát. Én átosztom, csak azért kérdezem, hogy akkor át lehet, mert jó. Úgy tűnik, hogy nincs a Jack Oliver. Azt a felszetetesen persze. Egy cigarettát esetleg kérem. Mint akkor elekszom át, nem kérek, köszönöm. Egy forgalmengedélyt kérek a gépjárműre. Erre nincsen. Ott nincsen. Hát, hogy Halo, nem Gino. Csináltam még. Ott most... a Peti! Hát ott csinálják? Hát ott pusztult el a Peti majd. Figyelj már ide. Mondjad. Most itt kifizeted a károkat, meg a kezemet. Mit szólsz hozzá? Nem, mi van a kezeddel? Olyan nyomorított, mint... A kezed az nem egy kár? Hát, kár, hogy van. Igen, Gino. Yeah. Persze. Hát Gino, tropára bassz az ajtót, hogy a bal kezemet, hát nézd már a csuklómat. Gyere, akkor feszüljünk el össze. Na, rakja el, kérem. Jó, van most már, mert mindjárt lesz neki feszítve. Itt, ez rasszista, ez a úr, ez a csáva. Rasszista? Rasszista. Kérdj maga, rasszista. Micsoda? Mi hát az a rasszizmus? Azt hiszem, hogy azért, mert például itt a Gino úr az roma származáshoz, az ő megkülönböztetően, és nem úgy válik vele, hogy egy másik emberre. Azt mondta, hogy mondom, kormosképű. Azt mondta, kormosképű. Nem érti meg? Na most mit mondjak neki, ó, fejérke? Hát nem, úr, ezt mondom, akkor... Gino! Gino! Jó, van Gino. Háromszor kell telkérni a még az óványát. Még egyszer? Uram, háromszor kell telkérni. Honnan tudja, a személyigazolvány. Én nem tudom, hogy... Én nem tudom, hogy Gino. Most már tudom, hogy Farkas Gino, mert ide adta a személyigazolvány. Személyesen. Mondjuk, engedély a gépjárműre nincsen forgalmi engedély, tehát... Itt meg is csinálja tök szív. Aha, mert elmennek a rendőrök, én megcsinálok. Ja, engem megcsinálsz, hogy a vihajatnál. Uh-huh. Értem. Na, megérkezett a doktornő. Ó, melyik vagy te? Szép napot, uraim, hölgyeim. Jó napot kívánok. Szép napot. Mi történt? Hát itt a csinóka az oldalra telibevágott minket, és hát nekem itt a bal kezemet azt olyan durván széttrancsíroztott a Mercedes ajtaja. Ajaj. Én meg szerintem kirepülettem a szélvédő. Hát úgy volt, Petikém. Jó, akkor megint bemutatom a kezét. Itt a sodva. De nagyon fájik a valányok, mert nem tudom tartani. Jó, vigyük a hát. Jó. Vigyük a itt is valahát. Végig tapogatom, mint a csontjait. Gyere, vigyük a gyere! Hozzá sértem még! Hát de ne durván, érti? Nem. Már gondolattól is fáj. Jó. Hogy néz ki ez a gyász? Vigyük a mi van, nem csak motort vezetni hát? Miért ez a rossz? Ne kérem. Azt hagyjuk. Ne? Ne, ez ne, ez nagyon rossz. Mozgatni tudja az ujjait? Hát, nem nagyon. Ajaj. Na, ne azzal az izesüg a bokával foglalkozó, hanem a Petivel. Inkább visszatámasztam. Kéne egy röggen. Hát, ebben bár a lányok azt mondták, hogy eddig se tudta mozgatni az ujjait. Be kéne menni, uram, a kórházba, megyek én is, és ezt megröggenezzük, ezt hogy nem ez történt. Kedves Péter urat! Rendben. Megtetszik itt izé gyógyítani? Na, hát a hölgy is mesél. Nagyon szédül. Hát én viszonylag jobban vagyok. Jó napot kívánok! Persze nem meggyózni. Jó napot kívánok! Na, cigánom! Na, mi történik? Ott az az ember, ott van a rasszista. Mindjárt. Ma, anyanak. Gyermek, azt szígyük le. Ha itt végeztek az urak, akkor... Szóval kell mondanám, akkor nem bántjátok. Itt azt mondta, azt mondta, kormosképű. Én már ott betart meg, mert ott a... Tudom. Ami a helyzet, uraim? Jöttek munkára jelentkeznek? Vagy mi a helyzet? Épp a munkából kellett eljönni. Munkából kellett eljönni. Munkából jöttünk el. Zsinókát okolják, mert ő szirénázik itten. Közben meg itt szágódozik. Ha a Zsinóka hibás, akkor esküszöm, hogy így megverem magadat. Ásért a munkában, tudom. De a Zsinóka hibás. Ha mit csinált a Gino? Zsinóka... Neki szágódott a rendőrautóba. Te oldalba baszott minket. Ez igaz, Zsinóka? Mi az, hogy én vagyok a hibás? Hogy lennék majd a hibás? Zsinó, tetted azt a vasat. Hát de? Viselkedjé. Na, szóval mi volt? Peti, viselkedjé. Urakodjál itt a magadon. Szóval ki volt? A György volt, nem érted meg? Nem, a balkagyar vagy? Most kire gondolsz? Hogy lettem volna már egy Zsinóka? Jöttél itt a gépjárművel, neki mentél a rendőrautónak. Csak mondd nekem, miért így kiállt? Fizess már ki a kárát, az a Zsinóka. Zsino, az a mátlit, hogy van biztosítás. Azt hiszem, így kinyalt a hajat meg én. Egészségügyi biztosításom. Az a Zsino!
Két embert is meg. Nem én voltam, hanem a Pityuka volt. Majd mindjárt jön a Tibi, aztán meg az Pityuka. Ezen kellett ide jöjjük. Vagy egy szépen agresszió testisért. Éppen szedtük a vasapore. Nézzek, hányan jönnek már ide. De rúgdó sem, majd mindjárt visszarúgok. Tibi, gyere már ide, mert itt a bal kanyar megsértette a Gino. Engemet nem sértett meg a Gino. Ha nem itt a kollégákat. Ne verekedjenek! Jó. Elég lesz. Ez csak izét családi viszály. Elég! Zsaj, Zsinókkal sokkal hagyják. Pityukkal csak védekezett. Na. Hát a Pityukkal csak védekezett. Pityukát miért? Na Zsinóka. Jó vagy Pityuk? Egyre rosszabb itten a helyzetet. Jó vagy Pityuk? Valamit már megint izé kötekedtek. Mám. Elnézést. Csak le kellett keverni. Jó napot kívánok. A Zsinóka neki ment a kollégáknak. A Zsinó. De nem én... Csinó, oh, nem én voltam a főbújtó. Látta szőröm. Mennyivel ment? Rendben van uram, magát nem, nem akartam. Nem mentem sokkal, alig léptem át a... Na Csinó, fizes ki itt a kárakat, aztán szerintem... Csinó, fizes már ki, azt megyük tovább. Nektek ingyenes a szerelés. Peti, légy szíves megszerelném. Igen, ezt már megállózom ki, hát elrapoztál a hűvelyből. Ugye elrapoltam. Elrapoltad a Peti? Igen, elraboltad. Dehogy raboltam. Úgyhogy voltam volna már egy. Tartóz, egy szóval rosszabb a szénál Zsinóka. Nem, nem, elment, elindultunk a játvend, csak... Igen, igen, igen. Peti, tudnál esetleg szerelni egyet itt, légy oly kedves itt a rendőrbácsi autóra, meg a másik kék autóra. Engem nem visznek ki. Új szétbasszad az autót, ez mi helyikkel? Majd a botorra is szereltessén, és akkor azt mondta, hogy jön a fizeti. Jó vagy, Pityu? Persze. Egyébként mindjárt kihívok valakit. Ah, mit nézem? Amúgy csak szólnék Gino-k a védelmébe, hogy... Igen, már küldök egy kardit, gyere már ki. ...számolékolás a papírja. Mi van? Pénzt akarsz adni? Már kicsit unlap, Pityuka? Miért rossz? Na, mert már sok vagy. Tegyel be, halé bírok állni, ugyanott a sok volt, tegyel. Nem mindig van tisztában a cselekedeteinek. Következő. Azt akkor hogyan vezeted így gépjárművet, uram? Pityuka. Most mindenki legyen szóval a Zsinókától kérdezem, hogy hogy vezetett ilyen idegállapotba a gépjárművet, hát hogy le van százalékolva. Hát ideges vagyok, annyi a lényeg a Tibi. Hát gondolom Tibi. Úgy, hogyha rendesen szedi a gyógyszereit, akkor úgy megkapta az engedélyt rá. Aztán lehet most megint nem vette be a gyógyszerit. Milyen gyógyszerek? Nem kell nekem gyógyszer? ABC, D-vitamin. Na, erről beszélek. ABC, D-vitamin. Nem jó, a rendőr urak, meg sokkolják le még egyszer a Zsinót, és akkor megyünk, jó? De hogy sokkoljanak le még egyszer. Én itt kim vagyok. Kívánna valaki feljelentést tenni? Már megint feljelentés, hallod? Nem hiszem el. Hát kívánnak vagy nem? Hát nem akkor nincs semmi. De ki ellen szeretnék feljelentést tenni? Hát Zsinóka esetleg itt akkor a nagy rasszizmusa ellen. Akarsz feljelentést tenni? A Zsinóka volt rasszista? Feljelentést akarsz tenni? Nem, Zsinókára volt elvileg rasszista itt a György úr, bár nem hiszem. Nem tudom, én nem hallottam, velük mindig normális a György. Azt mondta kormos képviselő. Bal kanyar, úgyhogy velük mindig normális. Így van. Hát de én a Gino vagyok, és van mi tiszteljük őt amúgy. Én is tiszteltem, amíg azt nem mondta, hogy kormos képű. Nem mondhatom rá, hogy hófehérke. Hát ezt én már megértettem. Én azt már megértettem. Hát ez mondjuk egy dúl neki. Zsinóka vagy cigány gyerek, maximum. Jó, van, akkor ebben hát, megegyeztünk. Háromszor kellett kérni, a személyigazolványt. Lerövidítettük volna az út a Zsinóka. Meg kellett volna mondanod, hogy Gino vagy. Jó, van, látom. Farka Gino. Ege. Nem szedtél a D-vitamint, akkor kiszakadott fehéretni. Na, viszontlátásra akkor uraim, hát tovább fogja a munkát. Hívjad őt hipós képűnek, azt el van itt nézve. Akkor sem. Figyelsz már, Peti. Azért be fogom ám vinni. Megadhatod, hogy az autót, akkor beviszitek műhelybe, és kiharpasztjátok az autót, meg mindent, és akkor majd megyek érte. És akkor bemegyek a kórházba. Hol? Hogy ezekkel mindig csak a probléma van, meg a baj. Azt hiszem. Hát köztünk szóval nem szeretem a fajtájukat. Nem lenne ezekkel probléma, hogyha nem úgy néznének ki, mint a munkanélküli semmire kellő lumpen elemek. Hát, a rendszer ellenségei ezek, akik nem dolgoznak. Hát már nem azért, de olyan jó érzéssel töltött el, hogy lesokkolhattam. Az úgy megmelengedte a szívemet. Igen, jó tette. Hát rendes, jó érzés volt. Most lőttem először a sokkolóval. Még soha nem kellett elsütni. Most lőtted először? Vegyünk egy fagyit.
Szép napot, uram. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mivel szolgálhat? Csoki fagyit szeretnék, 2 gombócot. Már is előkészítjük. Azt, azt hittem, tán süket vagy. 2 gombóc? Nem, nem. Hallok, én csak kicsit zúg a hűt. Jó, meg is vagyunk. 2 csokoládéfagylalt, 110 eurót kérnék szépen. Nagyon szépen köszönöm. Fogyassz egészség. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, legyen szép napja. Önök maga hon dolgozik? Mit csinál? Szép napot. Maga hol dolgozik? Jó napot kívánok, én Magyar György vagyok. Egy kompon citromos vagyok, kérek szépen. Bányász vagyok. Bányász, jó van akkor. Az a szerencséje, hogy elvittem volna dolgozni. Addig meg hát esetleg egy bankszámla számot szeretnék kérni, mert sajnos most nincs nálam készpénz. Mit csinált a kollega vajon? Na de eddig aztán egy 60 fps alá droppolás nem volt. Lehet, hogy megoldottuk ezt a problémát. Dúzi. Rasszista. Egyszer voltam már rendőr, és akkor a feketék agyonvert, az egyik agyonvert, érted? Egyik agyonvert egy garázsnál. Azt mondtam rá, hogy fekete. Azóta mondjuk már sok mindenen átment a szerver, már ilyen nincsen. A vörös ügynök. Vörös ügynököt. Milyen bőv. Még régen a Eperényi Sándort. Hát az már nagyon rég volt. Visszamegyünk a rádióra. Itt vannak a rádión? Itten vagyunk. György uram, hol járőröznek? Itt vagyunk ennek a cukrászdánál. Skodával, vagy mivel vannak? Skodával vagyunk, így van. Igen, Skodával vagyunk. Jó, beosztottam nektek a belvároshoz, gondolom, mert ott vannak egyébként is kb. Értettem. Ki az, aki most jött? Most jött. Puff.
Matracügynök, igen. Ez minél tovább titokba kell tartani. Ah, kollégák, van egy rossz hírem. Itt most hívott fel engem a Peti, hogy a HK-sban, amit szereltek Mercedes-en, az bementek hatan késekkel, baseball ütőkkel és eltulajdonították. Irány a HK-s. Jövök érted a kórházba. Hát még nem ért ide a mentés asszony se. Szóval még várok. Addig nem tudom, járőrözzön valakivel, vagy nem tudom, vagy akár jön ide, nem tudom. A társaságra vágy nyilván. Hónapot kívánok! Hallottunk itten dolgokat, hogy nemrégiben itt történt egy... lopás, igen. Így van. Uraim, az a rendőrautó ott egy kicsit rossz helyen lesz, ugyanis a vontatóknak nekünk útva van nagyon. Köszönöm szépen. Elállok onnan. A kolléga már is. Mit loptak el még egyszer, kérem, köszönöm. Egy rendőrségi C63-at, ami az én tulajdonban van. Mi a tendő akkor, hogyha meglátjuk az illetőt, és elkezd menekülni a mercivel? Nem tudom, mi lett a tegnapi csöveszsel. Tényleg elfelejtkeztem róla, köszönöm szépen. Esetleg elvigyük rendőrséghez? Azt nagyon szépen megköszönném, igen. Köszönjük szépen a bejelentést. Majd megjavítjuk a behozzák újra, csak valami kell valami fegyveres őrizet, mert... Mi van, boxos? Ha behozzák, akkor... Itt hozzá... Megvárjuk aztán, akkor biztosítunk. Berekedős masszok. Rendben, köszönöm. Verekedős. Verekedős. Tényleg, nagy verekedős lehet. Ah, megmutassa. Na viszontlátásra, megmutatassa. Én is. Akkor gyere álljál. Nem tudom. Gyere, akkor álljál. Akkor mondjad ide a képembe. Micsodát mondjuk a képübe? Gyere, mondjad a képembe akkor, hogy mekkora nekem én vagy hát. Nem akarod te azt megtudni, boxos? Nem látok a kezedbe szerszámot, szerintem egész életedben nem dolgoztál ki a dolgosat, így van. Mit mondasz? Jó, hallottad. Mondjad még egyszer. Már az is probléma. Mondjad csak még egyszer. Na viszont látásra. Na viszont hallásra, jó napot kívánok. Kedves... kiposarcú. Fú, de meg fogom verni. Na, pusztulatos. Szerintem még most is ott van, és ha meghal, fel fog jelenteni. Igen. Zsinókával? Hát egyszer meg kell püföljem. Ezek szerint. K
kollégát itt a Vidán Park mellett, a Mulnál Jackson, egy helikopter parkol fent. Egy ilyen civil helikopter. Továbbá a Mol alatt van egy traktor, tulajdonosan Szegres István, akin körözést van. Szegres Pistink, Pistikén körözés van. Kellesítés. Igazából mert tengerparton vagyunk itt a parkolóban lent, és egy raptor volt itt a móló alatt, meg egy civil helikoptert látunk itt a parton a jakton fent leszállva. Megtáló. Így van, egy fekete-fehér mintás civil helikopter, de más nem látok itt a hajó körül, tehát jetskit sem, meg motorcsónakot sem. Szegény Pistin, körözés van. Ki gondolta volna? Akkor lehet, hogy kirándulnak. Simán előfordulhat. Red Bones, köszi a követést. Mester úr, tudjuk, hogy hogy néz ki ez a Szekeres István? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindjárt ránézek itt a tabletbe. Mi volt a Szekeres István? Szekeres István. Hát, fényképet nem látok róla, személyleírás van, meg ilyen rendőri munka akadályozása, igazoltatás hiánya, 300 egység közértekű munka. Az igen. Ennyi van róla. Piti bűnöző. Viszont ha a kolléga nem bánja, akkor vissza kéne menjünk a kapitányságra, mert szerintem én már leadom a szolgálatot. Rendben, uram. Tü-t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 ü
hármas egységre tudna jönni a Ryan-ék a főpublikba? Melyik a hármas egység? Igen, egy pillanatot kérek, most jön ki Ryan a kórházba, tudomásom szerint. Nem, ez itt a Merci. Egyes egység vagy. Figyelj, Pityuka hova Pélóba vitt? Visszavitt a HK-sba az autót, vagy mi? Jaaa! Szia Hunnia, szia Eszti! És a részletek a jelentésben. Na, Gyuri báj. Napot kívánok! Mi áradban itt a járdán, uram? Meg kellett állnom. Inni egy üdítőt. Jó, van rendben. Képes tovább haladni, uram? Igen, igen, igen. Akkor viszontlátásra. Viszontlátásra. Colin Jeffries, további a szolgálatot. Kócos, nem vagy itt rádió? Szomorú ezt látni, hogy nincsen a közmunkán senki. Mi történt? Én azt nem tudom, hogy az kollégák mit intézkedtek. Jó, nem? Ideje valakit bevinni, igen. Ideje valakit elkapni és berakni közmunkára. Lakatos és társa BT Kft. RT Vas és Színes Fém keretkedő... Úristen! Ezt látját?
Zseniális az a tábla. Á, hát ez brutál jó, nézd meg. Ráközelítünk. Nagyon kemény. Na, elkezdtünk küldözni egy kettő személyes, hát elég érdekes gépjárművet, aminek soha nem láttam még kocsit egyébként. Kettő személyes izomautó, borászat mellett haladunk el. 4-es sikerült. Elindult a 3-as egység. De szerencsére nem tud vezetni és mindenet neki megy. Katonaság melletti ruhaboltnál vagyunk, katonaság alatti, bocsánat. Főnix, gyors, gyors munkavégzést. Egyedül maradt? Egyedül maradtam, uram. Hol van, fölveszünk? Jön a harmadiknak. Elkaptuk. Elviszem akkor az autót, a gépjárművet. Küldjenek egy ordinátát, hogy a kell erősítés. Aztán, ha ugyan, akkor menjünk. Küldjem egy kordit a biztonság kedvéért, itt van az úr, elkapva. Itt vagyok Sándor úr a kapitányságon. Pár perc is érkezünk. Jó napot, uram. Jó napot kívánok. Itt az úriember egy magasabb ragú rendőrtisztet keres. Te Sándor. Hát, se én leszek. Jó napot kívánok. Érdeklődnék, szeretnék elköltsigazolványt, hogy ezt hogy tudják mondani, tudja ezt, hogy ki kellett állítani. Ahhoz nekem szükségem van bármire, vagy hogyha tiszta vagyok, mint a hópihe, akkor ezt tudom igényelni. Igen. Akkor igényelhetek egy olyat, kedves uram? Azonnal jönnek a feletteseim, és akkor ők ezt elintézik magának. Nagyon zsivány, köszönöm. Akkor mindjárt visszajövök. Iratai vannak magának. Van? Hogy jön, kise lépek úgy az utcára, hogy ne legyen nálam irat. Nagyszerű, meg is érkeztek. Jó, van, mindjárt jövök, uram, akkor. Ez mennyibe fáj amúgy, ezt nem tudja? De én nem tudom. Mindjárt akkor megkérdezem. Hozzánk jó, hogyha van. Szép jó napot, uram. Ön itt a Dávid úr? Igen, én vagyok a Dávid úrram, igen. Önnek kell össze egy ruházatot cserélni, szerintem. Igen, értem. Ebben nem tudom, a György úr tud segíteni neki? Ruházat cserébe, persze, természetesen. Így van, tudok. Jó, oké. Akkor... jó. Akkor ugyanoda lennének. Jó napot! Jó napot, segíthetünk valamiben? Előző kollégával. A György úrat akartam kérdezni, hogy ismeri-e, mivel hogy
eléggé a szociból jött, hogy ismeri-e a nemzetközi dudajelzést, tesztet? Ismerem. Akkor jó. Erre a városban még nem találtam olyan embert, aki ismerte volna. Lehet, hogy túl fiatalok, vagy nem tudom. Valószínűleg. Valószínűleg. Aztán György úr, akartam kérdezni már magával, mikor tudnék magával beszélgetni egy kicsit? Szolgálat után. Az mikor van? Mikor mindig az a szolgálat? Szolgálat. Attól függ. Hát akkor tegye le most a szolgálatot. De mostan nem tudom letenni a szolgálatot. Ki vagyunk a vasztalatra, ott beszélgetünk egy kicsit. Ottan lesznek? Igen. Magáért majd akkor... Majd oda megyek, az enyém igen. A szép, egyér adja. Nem adom el, nem eladó az várjunk, autó. Az ilyen családi örökség? Nekem is van egy ilyen, nem? Bizony. Katalizátorban állapta. Hát azon még nem volt olyan test. Hogy lenne már katalizátor. Na, az ülök beszélni, hogy nem volt az, hogy a három csomag valamit illetve egy nagy kötek pénzt. Ahogy jött, már úgy ment is ki. Tízes. Jaja. Az volt az igazi, jó kis benzingős szakja, az az. Így van. Nem kell a sok elektronika, mint most mitten van. Ne szipúzzon, mert tönkre teszi az agyát, ha még nem ment volna tönkre. Hát meg többet fog. Biztosan? Hát persze. Nézd meg, milyen kicsi volt az arcom. Állapos mondjuk a sok pihenéstől. Mit szerintem ballagunk akkor? Jó van, uram. Akkor majd felkeresem magát ott a telepen. Jó, a balkagyar, várjuk kávéval, Csubi. Viszontlátásra. Viszlát. Viszlát. Szerelő uram, segítetek valamiben? Igen, visszahoztam az egyik kollégájuknak az autóját. Ez is ilyen. Akkor vigyem el, uram. Na, jó van, gyere Dávid, elvistek akkor átöltözni. Itt megvárat fenn. Mély sántítasz. Mondjuk úgy, hogy volt némi érdekessége szemembe, aztán így végződött. Szemedbe? Micsoda? Igen, így lehet a szemem. Hát ezt szerintem be lettem osztva vele. Octavia, aha. Jöjjön, Dávid. Jövök. Van magánál pénz? Van, igen. Mennyi? $1000. Jó, hátra. Dollárba? Vagy euróba, bocsánat, euróba van, ne haragudjon, uram. Egyezres. Én nem haragszok. Egyezres. Jó, van, akkor fel tud öltözni. Persze, találok a méretemben ruhán. Megmondja, merre keressen. Megmondom, jöjjön.
Estetet én nem tudhatom, fáradjunk fel a járdára. A másik utas... Akár be is foglalkozok önnek, mi vagy a cégemhez foglalkozik, uram. Én vagyok az egyik cégvezetőtől. Rendben értem. De egyik nem felmutatom. Tessék, azonnal mutatom. Mi történt, uram? Szabad kérdezni. Rendben. Elég egy személyi. Egy személy elég, igen. Tessék. Kort ez annál én. Igen, 93-11-26 a születési dátumom. Amit igazából csak azért álltunk meg, mert a gépjárműve rendesen szabálytanul állt itt, és megkérdezzük, hogy minden probléma van-e. Mire emlékszik Anna? Azt mondja el nekem, mire emlékszik? Oldalról belém jöttek el maga szerint, az semmi részletre nem emlékszik. Az úr, jó napot kívánok! Jó napot, én arra emlékszek, hogy jöttünk, átjöttünk a zöld lámpán, és aztán sötétségbe verhettem a fejem, vagy nem tudom. Sötétség. Nem emlékeznek arra, hogy milyen gépjármű okozta ezt a balesetet? Mi baleseteztünk? Igen. Jó tudni, uram. Valami tudna osztani majd? Balesetet lett. Gépjármű járó képes? Hát mindjárt megnézem, de szerintem gyanús, mert behajult. Dávid, kelljen már fel, Dávid! Dávid! Uram, jól van? Hihetetlen. Uram, egy kérdés. Enyhe bűzölgés jön a motorháztető alul, akkor járóképes a jármű? Hát akkor meg járóképes valószínűleg. Davis úr, a rádió. Akkor jó. Elnézést, uram. Dávid. Halló? Uram, úgy érzem, nem vagyok a szükségben mentőről a kollégájára. Uram, a kollégája valami érzett. Leesett volna vércukra? Tehát lehet, hogy leesett a vércukra. Dávid. De mindjárt megnézem, menjen arrébb, uram, legyen kedves. Sándor megyek is. Odén megyünk. A Sándor úr osztott be minket így. Lehet nem tudta Sándor úr, hogy milyen rangban van nekünk. Szerintem mások szóljanak, mert így nem nagyon kéne járőrözni. Jó, van valami. Meg is így járőztek, úgyhogy én csak átvettem mintát. Tehát itt a Dávid rak. Leesett a vércukra valószínűleg. Hívott valaki egy mentő kollégák? Nem akartam szólni. Hívott valaki egy mentőt? Hát hívhatok még egyszer, persze. Miért nem mondtad Dávid, hogy ennyire éhezel? Akkor vegyük fel David urat, aztán lesz ott harmadiknak. Tehát David urat először az orvos ment szedi fel a padlóról. Jóval hölgyem, hát elmehetnek maguk. Amit tudtak, elmondtak. Ki tudja, milyen random emberek mászkálnak itt? Elmenjek magáért. Sosa lehet tudni, ez így van. Egy pillanat, egy pillanat. Bocsánat, csak nekem nagyon rosszik most a szemem. Hát nem tudom, szorul néz ki az autó, így ránézve, tehát én gondolom, hogy valami belég repült neki. Szavarul legyen neki, mert hogy mi történik. Majd beszélni valamikor, bármikor. Nem látod semmit, mondjuk azt kéne csinálni, hogy kijön az orvos, megnézve maga szemét. Jó, intéz az autó, hogy nem találkozik. Itt elég lesz, hogy nagyobb baj. Hát csak a rabosítást. Jó. Csak a járgányt. Tudja, és hogy az anyósülésre beszabaduljunk. Oda be. Nem én voltam a hibás. Tuti, te vezetti. Te... Peti? Igen. Van neked cipel? Aha, el is rabolták. Igen. Hát... Pedig a múltkor nem így tűnt. Na, igen. Hát ez így van végre. Akkor tudom képzelni, hogy történhetett itt. És mi a helyzet? Látod, meg vagyok. Hol vagyok? Mi a helyzet, fiam? Fiam? Nem tudom, valami idióta be nem jött oldalról. Hát ilyen fogod a fiam. Ilyen is. Idős a balagad. Mi van már? Tehát nincs mentős? Vagy hol? Hogy van? Engedély.
Danesz, kösz szépen a százast közben, nem köszöntem volna még meg. Hú, egy darab orvos van a szolgálatban. Köszrabosítás, hívok. Elé 3-as egy cég, elindul akkor. Valaki megy ki? Úton vagyunk. Hát... Szedje már össze magát, Dávid. Davis, küldjön ki mást. Mi balesetet esztünk. De így vagy mi legyen? Dávid még mindig itten fekszik. Hát én hívtam mentős, de hát hogy azóta itt mit csinálnak, szotiznak, vagy mi történik? Akkor kimegyek itt az akademista ura. Uram, maga még mindig nem érzi jól magát? Egyáltalán nem érzi jól magát szerintem. Biztos benne? Tehát eléggé biztos vagyok benne, mert nem reagál semmire. Értem. Lehet csak fáradt volt. Lehet, eléggé elfáradt ennyire. Az utca közepén. Na, sokat kellett állnia. 5 percet kellett állnia. Hát, de mindjárt kívülről, mert itt vagyok tőle. Küldtem még egy üzenetet a mentőségnek. Tehát, Dávid. Ez nem volt egy hosszú pályafutás, fiam. Hát, ez fontos, hogy egyenlítjön mindenki. Nem hiszem el komolyan, milyen iskolát végzett ez a Dávid, hogy ezt is elfelejtő, hogy egyenlítjön. Általános iskola? Lehet. Általános iskolában is ettem, ittam, amikor éhes voltam. Tehát óvodát se végezte el, lehet, Dávid az óvodát se végezte el. Emlékeztek mikor?
Nagy illegál parádé volt, egy telepi, telepi nyomtó. Mit csináljunk vele? Hát nem tudom, lehet beviszi a rohanmentő majd. Egyébként van egyáltalán mentős a városban most így apropó. Hogy ne lenne? Nem tudom. Csak van kórház is van, csak van egy orvos. Most értünk ki a helyszínre? Sajs palatai boltot rabol. Persze. És mi jár ő a helyszínre, Davis kolléga? Fekete négy személyes kolléga? A György úr? Menjen vissza a BD-re, Paletóba boltot rabolnak. Menjen valakivel kirablásra, mi meg megcsináljuk itt a kollégát. Két darab eredmény, kell lenni, mi van nyílt, hogy nyílt autó. Akkor az egyiket tudom szállítani. Mercedes, sajs. Ez egy Mercedes A43. Nem várnak meg, hát... Hol léve jön? Jövök azonnal, szaladok. Leó elindult. Végül győzés. Igazából. Mostani így cseréljünk menet közben. Hát félreállok, csak nem tudom, mennyire kockás a benzin. Szóval. Ahogy gondolja, uram, maga a főnök. Eresnék, de A45, elnézze. Két darab Audi Eresnék kell, valaki meg tud hozni, akkor egyet? Eresnék, ez a két darab Eresnék. Már lesz, intéztem magának, fúvás, mert... Vajon sajs, el lesz-e kapva? Tennap is hasonló szituáció volt, uram. Ugyanúgy ezt a vidéki boltot, ugyanígy ez a Mercedes típusú gépjárművel próbálták meg kirabolni. Azt minden napot egyszerre próbálja venni egy Mercedes ezt a boltot. Minden nap rápróbálkozik. Maga szerint ugyanaz az elkövető lehet. Hát ki tudja. Sok olyan autóval a városban, szerintem. Az biztos. Hát ez... sajs. Én egy, az akademistával is akkor nézzük, hogy ki legyen. Volt már olyan, aki nem volt akcióparancsnok? Leo, Félix vagy Morello? Ez rendben jó volt. Hát én szívesen leszek amúgy, hogyha kell. Jó, akkor én. Oh, easy.
Várjátok, várj, jó, semmi, nem szóltam. És melyik, megy be? Megkérném az akadémista urat, akivel jöttem, hogy pakolja le őr is. Audi RS4-je. Szó, király. Akivel jött kolléga az. Leo! Mondja. Mit szólna, hogyha az akadémista úr lenne az elsődleges? Szétadom. Sofőrként? Na. Sofőrként? Persze. Na jó, jó. Rendben. Rendben van. Kíváncsi lesz. Aztán szétnyomjuk. Aztán vagy... Kettő elkövető van. Kettő? Ah, kettő elkövető. What the fuck? Én elbújtok itt az autó mögén. Szögest a másik oldalra is eddig. Na öcsém! Öcsém! Na, Gyuri, én leszek az elsődleges, úgyhogy teljesen biztosak lehetünk abba, hogy ugyanaz lesz a trükk, mint ami eddig, mondjuk harmadjára rakadnánk oda egy szögest. Kiküldtek, azt mondták, hogy egy 5 perc múlva jöjjek vissza. Jók. Mi a helyszín, amúgy Davis? Egy Mercedes A45. Tehát én abban a sikátorban most rakatnék. De emlékszem. Oda egy szögest rakatnék most. A rablást megkérem, hogy menjenek kettesre, köszönöm. Látom ott az ajtón belül, 3 darab maszkos úr van. Pozitív, 3-at láttam. Én is 3-at látok. Egy pisztolyt is látok az öltönyösnő. 4 személyes a gépjármű, úgyhogy lehetnek. Hát akkor nem lesz, ami gyors az a kocsi. Mi legyen a tűző úr? Bemenjek, megnézem, hogy miért gyárkálnak ki? Szerintem jelezni akartuk, hogy mehet be. Állj meg az ajtónál, aztán kérdezze meg, hogy what's up. Az élep... Most tárgyaló. Ja, most kiabáltak, hogy... Ja, mehet. Menjen, Davis, menjen. Harley Davidson, menjen befele. Így vagyok. A rohadt életbe pont belement az ajánlatok, motort veszek. Na, tehát sajs vezet menekül. Én szerintem azt ilyenkor már tudhatjuk egyébként, hogy mi lesz a taktika. Gazdagnegyed állami bank mögött sikátor, ahol nem fér el az RS4, és onnan valóban el tud húzni. Na most nem szabadna belemenni ebbe a játékába neki. De ezt hogy adjam a tudtára másodlagosnak, hogy
nyilván mindenki tudja, hogy mi fog történni, hogy ne ugyanott jöjjön, ahol én. Kimegy azon a kapun, ahol az RS4 nem fér ki. És hát kifér, mert én is kifértem vele, csak ugye neccesebben, mint az ő autója. Édes lőfegyvere vannak felfegyverkezve, még az is lehet, lövöldözni fognak. Nem lehet tudni soha, mi történik. De Magyar György a bivaj el fogja kapni. Igen, ahogy mondod, nagyon jó trükk, két hetente. Így van, tehát ez a helyzet, hogy sok-sok lesz már ez, sajnos minden nap ugyanazt eljátszani. Lehet, hogy egyébként ma más lesz a trükk, de igen, problémás ez. Na de hát hajrá, lássunk neki. De lehet, hogy engem mondjuk le is tud hagyni, rég üldöztem már így, meg pláne. Jóságban. Én nem teszek javaslatot, akademista vagyok, én teljesen úgy viselkedem. Tehát én teljesen úgy viselkedem. Nem szólok semmit. Meg semmi ilyesmi. Eljön majd az az idő, amikor Magyar György, ha az utált rendőrjárőr majd hatalomra tör. Szerintem el tud jönni az az idő. Tárgyaló, három túsz lenne a boltban, és három darab elkövető is tartózkodik. 14, köszönöm. Három túsz, három elkövető. Hú, itt dirdúr lesz. Kollégák, ide érkezett három úriember, a tájfestők, és itt Palató Bay-ben festettek, és egy helikoptert láttak leszállni, aminek a személyzete nincsen meg, és ide jöttek, hogy nem függ össze ezzel a történéssel, ami itt van a boltban. Tájfestők! Hallod ezt? Rádió. A túszok az elkövetők egy túszért cserében balra a szembesávban teljes szabadotot szeretnének kérni a város irányába. A boltból kérdés balra. Lehetséges ez. Kösz szépen! Retnuszom! A negyedik hónapodat! A párt legyen veled, és a te lelkeddel. Nyíri Betyár 0, kösz szépen a követést közben. Értem, ez a kérés teljesen megoldható, akkor egy túlszer, jól értelmeztem, bocsánat. Egy egyszer kérem, megoldható? Igen, egy túlszer. Így van, igen, egy túlszer cserébe. Pik-pak-puk. György helyzetét alapból vágom. Hát Kornél, igen. Igen. Rádió,
azt mondják az elkövetők, hogy amennyiben kész is lesz a szabadút, előre elengednek egy pluszt. De rendesek. De hogy a Dávid kollega meghalt, átüldözés közben. Az eresmény irányvál esetleg? Irányvál. Persze. Köszönöm. Köszönjük szépen, százast, nem zavar soha. Pénz sose zavar. Itt az akció parancsnok, kész a szabadult. Jöhet a túsz. Rendben. Joda RP, szevasz. Joda RP. Indul a túsz. Szerintem lövöldözés lesz. Én azt gyanítom, hogy lövöldözés lesz. Kocsi. És durrant is. Na, a boxosokkal mindig csak a baj van. Meg is érdemelt. Mindig. Tudunk esetleg még egy lezárás felhívást kirakni? Minden rendben van, uram. Jó napot kívánok, Magyar Györgyök rendőrjárőr. Hogy érezte magát oda bent? Hát jobban. Hogy mint látta? Itt? Hogy látta? Jobban, mint ja. Itt, mert? Hát azért, mert ön itt van. Ja, hogy miattam nem érzi magát jól? Hát miután valamit akargatni valója van? Hát nem, csak maga rasszista tudja. Mindenki igen. Meg akarja oda bent verni. Kicsodák. Hát a túszok is. Rádiózok is. Szércserébe azt kérik meg az elkövetők, hogy ne két autóban két-két emberrel az egyik csak maga őket, hanem kérni. Egy autóban négy emberrel üldözik őket. Én miért nem akar kigyönni? Magatív nem vagyunk elegem. Az lenne a legjobb, ha nem jön neki. Munka nélkül. Mi az, hogy nem vagyunk elegem? Látom, hajléktalan, azt hiszem. Hajléktalan. Azt mondta, hogy én már egyszer megverte. Engemet. Nem, önőt. Nem, mondjuk az előfordulhat, nem szeretem hajléktalanokat, söpredék népség. Ha de jó fej, he. Jó fej. Magának van munkája? A kérés... Nincsen. Mondjuk én ebben akartam tenni a jogsimat, de hát elrakultak. A másik eresnégyet, tehát az egyik eresnégyben hát, négyen ügyenek. Szinte a sulinál voltam. Az iskolából erre voltam. Nem, az iskolából csak az úton. Nincs elég emberünk ahhoz, hogy ezt teljesítsük. Tehát, és nem fogunk egy gyermivel üldözni. Jó van, uram. Jó van, szerintem menjen át oda a kordon mögé. Oda a betonfal mögé, ott nem fog bántódásra esni. Ez hogy látta, képesek lennének az elkövetők fegyvert használni? Hát az egyik nagyon jó hadonászik vele. Igen. De használni is tudja. Használni is tudja. Jó van, uram. Köszönöm szépen az együttműködését. Na. Jó van, ez a rész bőrű. Maga rasszista.
Gyorsan elterjed. Ha mondod valamit, nem hallottam. Ezek a sajsféle bányász kérések. Három napja van a városban, Gyuriban is már most tudták. Az akcióparancsnok itt a túsztárgyaló, valamit találjanak ki, mert fenyegetik itt az egyik túszt, és óriási veszélyben van. 14. 14, ennyi. Hűha. De Leo, szóval az annak kérdés lényege, hogy ne két autóval ketten-ketten, hanem az a kettő ember üljön át az egy autóba, és négyen menjenek egy autóval. Most arra akarnak kiukadni, hogy egy autó üldözze őket, vagy whatsapp? Igen, egy autóval négyen. Biztos, hogy nem, akkor hívok embereket, pillanat. És ezért még faszolni fognak, amilyen fenyegetik a túszt. Hát mondjuk ez a dolguk egyébként. 11. Faszolni fognak. Sajs. Miért nem hoztak még egy autót? Én nem értem, miért nem hoztak még egy autót? Tudom, hogy miért akar, mert hárman vannak benne, lassú, nyilván. A akcióparancsnak egy olyan kérdésem van a kedves rablók felé, hogy az úgy megfelele, hogy egy autóba ketten ülnek, és még egy autóba négyen, mert csak itt tudjuk megoldani azt. Tehát a Merci alapból lehagyja az RS4-et, tehát esélyünk nem lenne hozzá. Én szerintem kilövöm a kerekeket, aztán mehet mindenki a fenébe. Meg egyszer kérdem. Kérem elismételni, mert nem feltétlenül értettem tisztán az egészet. Tehát azt tudjuk maximum megoldani, hogy egy RS4-be négyen ülnek, és egy RS4-be pedig ketten, mert csak így tudjuk utoljárni a mercit. 14. Hosszú az állami banknál. Azt azért csináltam mohóékkal, mert ugye ott minden este az volt, hogy amikor egy pipa lett, akkor 10 szétlőtték azt az 5 kiérkező rendőrt. És mohó azt mondta, hogy miért hisztiznek a rendőrök, hát jó. Heti egyszer belefér. Az utolsó a kérése, viszont az lenne az elkövetőknek, hogy az RS4-ből a kormányokat kiszerelni és idebehozni a bolt területére. Megoldható-e? 3 túsz van, nem? Ezért csak egy jött ki. Milyen utolsó túsz? Rendben. Ne poénkodjunk prefix, ne poénkodjunk prefix, ez a párt nem vicces. Megy ki, egy túsz. Komoly ezért van itten. Na, felkészültem az üldözésre. Indult még egy túsz ki az előző kérésért. Tehát cigiznek állandóan. Lehet azért letörömmel, mert munkanélküli vagyok. Hát lehet. Lehet azért, nem vagy párttag. Uraim. Viszont itt a akcióparancsnok az előző kérésért, az, hogy egy járműben négyen legyenek, azért igazából 220 kértünk volna, és igazából kérnénk is, tehát... Rendben.
Hát Istenem. Egyszer voltam a munkaügyibe. Mikor munkanélküli voltam, egyszer elmentem. Akcióparancsnok úr, nem ezt elrontottuk, szóval már kiengedtük a túszt, most már utólag már nem lehet változtatni, hogy mi... Nagyon kemény volt, órákat vártam. Órákat vártam. A másik rádión szól kollégáknak, hogy jöjjenek ki. Alapból a kérésük az elkövetőknek, az kettő túszért szólt ez, és mi egy két túszra ajánlottuk fel azt, hogy négyen fogunk ülni egy járműben. Nem. Ezt egy túszért kérték, és egy túszért is rádióztuk be, és azt mondta az akcióparancsnok, hogy belementek. Most már kiküldtük az egy túsz, szóval ez így most már él. Jó, persze, oké. Akcióparancsnok újra rádió. Jó, remek, akkor feltenném újra a kérdést, hogy az utolsó túszér jelen helyzet szerint megoldható-e, hogy a... Nem veszem ezt a mellényt az akció után. ...kiszerelni a kormánykereket és idehozni rendre a volt területére. Meggyúlok. Negatív, nem vagyok miben hócok, rendőrség, tehát nem is értem, mit várnak. Negatív. 14. Nem vagyok a bebörtönzésnek a híve. Nem vagyok a bebörtönzésnek a híve, én a munka híve vagyok. Munka nevesíti a testet meg a lelket. A szocialista szellemiségben munkavégzést fognak végezni az elkövetők, amelyiket elfogjuk. Jó, akkor a kérés változtató lett. Egy túszér, egy kormányt kérnek, de a kitétel, hogy olyan autóból, ami üldözni is fog. Nem fogadjuk el az ilyenfajta kéréseket, normális kérést kérjenek. Az ilyen fasságokat, elnézést kifejezésen nem fogjuk elfogadni. Vettem továbbítom. Nincsenek nálunk szerszámok se. Nem, ki kell hívni egy... Mindjárt fogom, azt hozatok egy kormánykereket a kollégákkal, se tényleg. Tényleg sajnos. Jaj, nekem. Sajsi HD-sz helikopterre a pitelhetek? Ezt bekérdezte, hogy helikopterre a pitelhete. Az igen. Rendben, az új kérés pedig az volna, hogy a üldöző járműből, egy-egy járműből lehúzni a gyertyakábelt, egy gyertyakábelt, és behozni ide a bolt területére. Megoldható-e? Egy pillanatot kérek, pillanat. Átmegyek az egyesre. Igen. Oszinak volt kadétja, sajs. Emlékeztek rá. Hát itt sajsot megújazzák rendesen. Ebből ez lesz. Ebből ez lesz, már érzem. Egy doboz be kellene vinni most. Tehát csak ennyi. Egy doboz be kéne vinni. Itt vannak a két cuccok, és kész is vagyunk. Nem tudom, szerintem van egy könyve. Hülyeségek könyve. Az akcióparancsnok, a túsztárgyalónak, ezt a kérést teljesítjük. Adunk egy kábelt nekik. Vettem, továbbítom.
Sajnos pitelni akart a helikoptert. A küldöző autóból kell egy-egy gyertyakábel. Hogy a viharban nem? Teljesítjük, persze, pillanat. Én intézem. Eddig csak egy kocsiból kellett kábel, egyet kapnak. Itt a kábel a dobozba. Az volt a kérés, hogy én hozzam be, úgyhogy kimegyek érte és behozom. Rendben. 14. György uram, átjába kössön majd vissza a tartalékkábelről. Én azt jól tudom. Persze, persze. Köszönöm szépen. Nincs hát. Itten van ez is. Köszönöm szépen. És ezt nem tudja. Jó, rádió, tornáznak egyet a elkövetők, kiengedik a túszt és indulás. 14. Akkor szeretnék kérni a autópályán lévő RS4-ben még 2 embert, és akkor itt leszünk 4-en. Indulhatnak az elkövetők? mehet, Csugi. Mi a meglátása, uram, lesz lövöldözés? Hát, mi a piszta, a legyik na, nem. Indulhat az elkövetők. A legjobb a fejem lesz. Azt mondta a sáros képű, hogy tudják használni a fegyvereket. Indulnak is. Az elkövetők. Értem. Mondom, annyira, mint az eszüket. Ezek szerint. Jó megy a Mercedes. 3 emberrel is kellemesen megy. Hát jön a 4 emberes is. Hát én azt csinálnám a helyébe, hogy nem erőltetném megint ezt a ugyanazt a trükköt, mert előbb-utóbb elpattan a kollégáknak a cérna, és azt lefelé lesz szögesezve. Sajs, baj van.
Menjenek elé, úgy. Tovább ment. Átmentük a másik oldali sikátorba. Itt vagyunk a étterem mellett. Kollégák, visszahagyjuk az elsődleges, hogyha ide tudnak jönni. Na, jöjjenek, akkor átadjuk. Nyomják neki. Nem tudjuk. Na most hátra. Most lejátszotta be, hogy úgy kimegyünk. Megyünk meg felé, úgy. Sajs. Jobbra mentünk le, úgy. Vannak a Ragnar felé, a hármas egység. Pont most érkeztünk meg, igen. Ide tudtok jönni a C-be? A vidánságra. Jöjjenek kollégák, átadjuk megint. Zárkózzanak felfel, aztán nyomassák. Meg vagyunk. Padlózzánk. Hát csak nem repülő autó ez. Bement a sikátorba. Ez ügyes volt mondjuk. Ez jó húzás volt.
Menjen be kolléga utána? Dobozoljuk, hát az. Itt van, dobozoljuk, dobozoljuk. Szállok, kolléga. Szálljon ki! Szálljon ki feltartott kézzel! A kábítószeres szipus, jó minden itt maradsz, pofa! Parkolóház aljába fut. Jó, hát én eltévedtem. Negatív, nem látom. Mit övünk? Én voltam. Merre szar az elkövető? Megvan. Vagy van lelőve sajs? Nagyon szép. Ez ügyes volt, hogy itt fölment. Baj van. A múltkor is megszívta ezt. Na, hogy fogok innen kimenni? He. Leo kollega, meglesztek az elkövetők? Pozitív, mind a három. Gratulálok. Hűha. Uram, hol ilyen sötős? Haladjunk már. Maradjon maraszpafa, mit türelmetlenkedik maga, mi? Tán siet maga lóva? Igen, sietek. Hova, hova siet? Fihához sietek, de mennék baszni. A börtönbe fog menni, hát egy jó hosszú időre. Most csak rábaszott. Rábaszott, ne aggódjon. Hát baszok már ma, nagyon jó lesz, nagyon-nagyon jó. Lehet, hogy a fiúk fogják magát megcsinálni. Azt én hiszem. Jó gázni át maga, hogy elkapta ezt a mokosságot. Jaj. Lehet, hogy egy gépen mögött kérhetek egy kollégát? Egyedül maradtam vele. Ketten itt ülnek benne az Audiban. Segítek. Beszállni fejre, vigyázzon. Tegetem a biztonságért az úrnak. Becsukom az ajtót. Rendben, György. Jó, mehetünk. Mehetünk. Beszállítassuk a maraszt persze, popát. Persze. Még szóltak kocsik. Na. Jó, akkor kutyákat legy. Majd, ha nagy leszek, akkor a maga már régen olyan rács mögött lesz, hogy még a fasza se fér ki. Vagy addig a csajom lesz, egy kis tippér. Igen. Csak elkaptad te ezt a melegséget, nem? Nem, de te az leszél.
Uram, én nem szolgatnék be. Nézzenek már oda. Meg foglak püfölni, addig szórakozó húzgárod érte az oroszlán bajszárt. Hát, még egy pályaszobban szinte félém, nem akarok bántani. Nagyon szép pályaszobban. Valami körszakál, de azt nem mondom, mi lenni. De nem kiszállnak a sejteket az úrnak, kiszállnak érte az ajtót. És azt a biztonság elét sejtek kiszállni, de nem. Kérem, fáradjon van, uram. Discord app. Mi segít, aki kényelmesebb lesz. Az úr hova lett? Csatini. Melyik úr? Ő. Maga fog engem. Rakva a vállamat. Az igen. Ő a szellemé változott valamelyik elkövető? Most tud mozogni, uram? Jöjjön, sétáljon inkább, az a biztos. Igen. Jöjjön itt a hátulra. Ne arra sétálj, hanem befele. Igen, csak most már te most már látok. Na jöjjön. Pisti. Fisti a Dynamit trió. Ki lehet a harmadik Diló? Helyes, ez iszterek. Megyünk a kihallgatók. Hogy a Pikachu? Na, kelljen mám fel, mert eddig olyan nagy szája volt. Jöjj csak vissza, Gyurika! Gyurika, gyere vissza egy picikém! Tán ismerjük egymást. Kérsz egy Gyurikát, tudom, kekszet kérsz. Milyen kekszet? De Gyurika mindig kekszet kér. Adok én neked mindjárt olyan kekszet. Lefél a WC-tartályt. Akkor gyere be! Gyere be ide! Minek mennék be ott? Tudod, kik mennek oda? Na, kik? A balfászárnok. Azok vannak ott bezárva. A rendszer ellenségei. Most jöjjek ki, vagy menjek be. Hát nincs ilyen. Hát csak kirészti, nagy a szed. Ne szed. Mellé, pancsér. Verj ide azt a vasát, verj ide, átadj egy kopik. Jó van, vergessed csak magadnak. Kész mi kekszét? Szerintem, hogy én normális semmi sem tettem benne. Maga megpróbáltál menekül? Nem. Én voltam egyedül, hogy visszaálltam és maradtam volna. Elsőről szeretném még megkérdezni, személyigazolvány van-e az úrnál? Jó, akkor... Szekeres István. Az újját tegye itt a piros vonalra a tabletemen. Rendben, köszönöm. Kollégát, megkérhetem, hogy az újranyomat alapján rákeres az úriembernek az újranyomatára? Azonnal. Szóljon majd, hogyha diktálhatom. Mondhassa. 6-4-3. Arra a téletben már. Nem mondom, majd mondhassa majd, amikor szólok. Bocsánat. Mondhassa. 6-4-3. 3-0-4-7-7. Ösmeretlen. Jó, akkor az úr ismeretlen. Itt a tabletemet előveszem, és akkor megnézzük a felhozott vádak alapján, mi is az úriembernek a büntetése. Elsőnek is egy boltrablás. Akkor egy rendőr elő menekülés. Mind a három meglett. Mind a három meg lett. Az úr volt, aki nagyon futkarászós kedvéből volt itt parkolóvájtban. Hát akkor uram, maga, az Isten lábát. Egy,
Kettő, itt volt a kettő, meg ott a harmadik sajs. Úgyhogy sikeres volt, tehát sikeres volt, el lett kapva. Mikor fogják leszabni a büntetést? Hát, hogy itt a második sajs, a harmadik. Jó rendben. Kolléga, jöjjön velem, kérem. Jövök. Addig hozok magának ruhát. Milyen a mérete? XL-es. Mehetünk. Közmunkat ér. No, ezt már szeretem. Tessék, csak tess. Menjen, csak előttem, nehogy aztán itt ezért sírva fakadjon egy kis munkától. Ja, nem félek a munkától. Nagyszerű, ezt örömmel hallom. Meg van gyötörve. Most miért szálltam ki? Üljön csak be a kollega mellé, uram, üljön csak be. Nem akarom elfoglalni az első ülést. Foglalja csak, majd én itt átul, figyelek. Hónap után beülök. Hát ha a menekülő gépjárműből egy is el van kapva, akkor sikeres. Tehát több mint a fele el van kapva, akkor egyébként az akció sikeres. Ez így volt régen is. Váltunk is. Hát ez az icuka. Ez nagyon kemény. Én bebuktam, most nem bíztam Typo nagymester vezetési szkijeibe, pedig jó vezetek. Ezt tudhatjátok, hogy jó nyomó. Menj a kolléga. Rendben. Magyar György, a rádión tartózkodik még? Itt vagyok, így van. Pont hozzá hoztam őt, itt van a rásményben. Itt vagyok, hölgyem. Itt vagyok. Azért szerettem volna szólni, hogy ez az ön Oktáviája. Igen. El is rakom a garázsba, köszönöm szépen. Nem, nem, csak még. Mi van, Funky? Funkika. Úgy értem, Frank, hogy milyen jajkó, igen. Na, kezdődik. Ajaj. Fú, de büdös van. Milyen jött? Megcsináltak közünk? Van igazolványra? Az van örmény. Van, persze, csak küldjék el innen ezt az állatot, mert előtt nem mondok semmit. Mi van már hajléktalan rendszer ellensége, lumpenelem? Látja most is, hogy beszél. Egy hajléktalan is fekszik a publikus, mutogatja magát. Dnes podľa rádio.
Mi a helyzet? Semmi, várakozok, hogy történjen valami. Jelenleg előállítanám azt a szatét, előállítanám hölgyem. Aki ottan van a garázsoknál. Melyik garázsnál? A bejelentést, amit kaptunk? Igen. Mehet, nyugodtan mehetünk. Megyek. Akkor előállítom. Állítsuk elő akkor. Hajléktalan. Biztosan egy kis munka azért megoldaná a problémáit, nem lenne ideje mutogatni magát. Hát lehetséges, lehetséges, de képzelje, elmegy mellette egy asszon, egyből mutogatja. Igen. Micsoda hát a nagy semmit. Hát figyeljen, akkor végül is nem is mutogatott elsősorban, se nem. A koszfészket meg a szőrerdőt. Jaj, nem is akarom tudni. Lapos tetveket. Srác azt mondta, hogy értesíti a rendőröket. Jó napot kívánok! Itt van egy hajléktalan, aki mutogatja magát. Ja. Melyik hajléktalan? Magam közül nem, melyik hajléktalan? Nem, amigo. Egy fiatal srác volt, hogy egy hajléktalan. Gino-ka az. Gino, az előbb itt voltam, akkor nagyon kötözködött, aztán elmentem vásárolni, meg kajáról, meg lakásból. Vegyem már le azt a tapukós isakot, hogy te itt a rendőrökkel beszél, uram? A minek? Hogy minek, mert azt mondtam. Hát, de átlátszó az üvege. Majd azt én eldöntöm, hogy mi az átlátszó, meg mi nem. Kérem, vegye le. Tessék. Látta, nehéz volt? Nem volt nehéz. Mit akar rékoskodik maga? Tám valami liberális, hosszú haja. Menjen Borbéhoz, vágasson a haját, hosszú. Ez így biztos volt. Szerintem jobb volt. Gino-ka, magával csak a baj van. Hát az biztos. Na, mégis tovább. Nézd, hogy pislek amúgy Gino-ka? Ne pislogjon Gino-ka, mondjon valamit. Lehet crack túladagolás, biztos úr. Tudja, hogy kábítószeres munkanélküli. Ezekkel mindig csak a baj van. Ne hívott valaki mentőt? Te azt hittem, alszik. Milyen hívtad? Szemről látomást rosszul van. Baby shark. Tehát mondjuk itten meglátom, itt a tarkója jó be van verve. Mindjárt átmennek a fején, hát nem csodáljuk, hogy... Tehát nem csoda. Akkor Gino-ka úgy látom, hosszú távpénze ment a munkanélküli segélyből is. De akkor majd a készenlét is elviszik. Hát igen, sajnos. Akkor szerintem mehetünk. Igen. Én ezt az embert mindig fekve látom. Előbb is a HKS-ben is ott feküdt a földön. Mondjuk dolgozni, sem látta még senki ezt az embert. Bezzeg, mikor valakinek neki megy a kocsijával, akkor más a hibás. Igen. Ilyenek ezek, semmi felelősségtudatuk nincsen. Mi legyen, hölgyem, maga a főnök. Hát igazából jelenleg én egyedül vagyok berakva a táblázatba, meg össze-vissza van, sajnos én nem tudom átrakni, szóval szerintem hát Davis és Schwartz, nem tudom, hogy kell kiejteni, David. Dávid, igen. Dávid összeesett az utcán. Ó, ez sajnálatos. Hát hogyha keresik önt, akkor igazából vissza tudunk menni, de addig szerintem nem baj, ha megyünk együtt járőrözni. Nekem a társam már egy órája elment.
Hát ez a gépjármű lefoglalja, megy ide itt parkolva. Én lefoglalom, hogyha úgy van. Persze. Jó van, ne durálgass sámán, te túl. Nézzön akkor, hogy dudál ez a kis szappantartó. Ez a kis lábbajtós mozkison volt ekkor a gyerekkoromban. De mi történt? Nem tudom, rárakom a kerékbilincset, hogy kellemetlen meglepetés legyen ez az zenélő kis matchbox. Nem tetszik neki, amit csinál. Na, hát eddig de most már mindegy, neki. Eddig nem tetszett, nem merült az akkumulátor. Én láttam még. Lehet, hogy az olyan volt, mint a Hörbi, az a bogár, vagy mi az Isten, nem? Milyen bogár? Hát a Volkswagen bogár, tudja? Az a régi, ja, a tudom. NDK-s csoda jármény. Azt hiszem az volt, azt hiszem ott csinálták. Lezártam a boltot, hát már most tök mindegy szerintem. Fú, voltam az Iron Gun-ba, képzeljék el lőni. Éljük. És két nő lőtt mellettem, és jobban lőttek, mint én. Nem csodálom. Az igen. Hát, lehet, hogy hölgyek miatt nem tudtam célozni pontosan. Nem tudom. Mindig ilyen 48-okat lőttem. 48-okat? Uh-huh. Pont, a pontot. 50-ből, persze. Ki is léptek, nem takarítanak. Pistikék. Pistinek új lenyomata van. Győzőrat egyáltalán nem érdekli a célba lövés. És milyen napjuk volt eddig? Nagyon jó nap volt eddig. Teljesen nyugalmas. Egyébként igen. Teljesen nyugalmas. Felesége Micuka estére marra pörköltet fog főzni. Mondta neki, hogy tésztával csinálja mostan, ne krumplival, mert krumpli már volt a héten. Jó, csípősen fűszerezze be, el ne roncsa nekem. Na, mit uligánkodunk itten? Sérült parkolóra állom, ne? Na, valószínűleg sérült is. Jó napot kívánok! Magyar György vagyok, rendőr járőr, szeretném látni a rokkant kártyájukat. Még nem álltunk be teljesen, csak megijedtük a rendőrautótól. Csak megijedtük a rendőrautót, hát itt úgy pörögtek, forogtak, mint valami akrobaták. Igen, mert itt a barátom kölcsöltől nézzem meg, hogyan lehet zárt parkolóba vezetni. Zárt parkolóba vezetni. Hol lát itt maga zárt parkolót? Hát itt, ahol állunk, uram. Ez be van zárva valamivel? El hát van kerítve a forgalomtól? Kerítéssel, sorompolva? Hát ha benne, akkor hogyan minden a parkoló?
de mondjuk kinyitnák. Szóval, akkor mi a magyarázat arra, hogy rokkant a kején állnak? Melyik ők a rokkant? Hát a fehér úriember a kicsit rokkant. Ki vezette a gépjárművet? A fehér úriember vezette. Dehogy is. Ha nem? Jó, akkor mind a kettőktől egy jogosítványt szeretnék kérni. Magyar György vagyok, rendőrjárőr 3169. Én nem is vezettem gépjárművet, tőlem miért kérnek jogosítványt? Mert egymást vádolják. Én meg nem láttam, úgyhogy amelyik őknek jogosítványa van, az vezetett. Akkor ha nincsen egyik őknek, se, akkor mind a kettőket meg fogom büntetni. Igazságosan. Csoli, gyerünk, mutasd a jogosítványat, tudom, neked van. Én felmutattam itt. Wu John. Autóra van, személyigazolványa. Jogosítvány, tessék, visszaadom. Akkor mi lesz a további tervük? Hát nem tudom, azt ön mondja meg. Én mondjam meg, elígyenek dolgozni. Maga meg öltözön fel rendesen. Ne papucsba, ne üljön gépjárműbe. Vaját meg vágassa le, mert hosszú. Jó, megfogadjuk a tanácsát. Nagyszerű. Na, viszontlátásra. Viszlát. Illetve tanuljanak meg egy kicsit parkolni. Csak, jó, oké. Okay. Hát akkor ülök én előre, igen. Látod, mondtam Tanya parkolni, hogy állt meg. Ezek jöttek nekem az elő. Elvegyük őket kényszermunkára kicsit? Ja. Leesne papucs a lábára. Aztán mondja, hogy tetszik eddig az állomány. Én nekem életem a rendvédelem. Esetleg negatívokat, pozitívumok tudja, hogy fejlődni tudjon a rendőrség. Tehát nem tudom, hogy én még itt akadémistaként mondhatok-e bármilyen véleményt, hölgyem? Hát, igazából először is az első benyomás számít. Tudja, külső szemek mit látnak meg először. Érti? Néha nem érzem a motivációt a kollégákba. Na. Mikkel kapcsolatban? Tehát mikkel kapcsolatban? Járőrözésekkel kapcsolatban, az állampolgárokkal való kapcsolat, felvétellel kapcsolatban. Uh-huh. Értem. Lakossági bejelentésekkel kapcsolatban. És a kollegalitást is hiányolom néhány esetben. De amikor bejön valamilyen sáros képű, mosdatlan, koszos, hajléktalan, lumpen elem, rendszer ellensége, közveszélyes munkakerülő, akkor a kollégák képesek neki igazat adni. Mond, sajnos nem tudom, hogy pontosan mi történt, ezért ehhez nem tudok hozzászólni. Tehát ottan a múltkor is egymással összevesztek. A kollégák, hogy kinek van igaza, igazat mondanak-e azok a trógerek, akik begyöttek. Panasszal élni pár kollega ellen. És akkor végül is az ő igazuk nyert? Nem tudom, hogy mi volt, mert nem vártam már meg a ügy lefolyását. De hát úgy mondom, hogy nem lehet ilyen dolgokat állítani a kollégáknak egymás közül, nem lehet kérdőre vonni egymást, hogyha nem magunk vagyunk. Én ezt gondolom. Akár hogy is utálom valamelyik kollégámat, hogyha bejön valamilyen alkoholista, semmire kellő, nem fog neki igazat adni. Hát igaz. Persze, igazából minden szituációtól függ, de ilyen szituációban hasonlóan gondolkodnék. Szálljon már le onnan! Nézzenek oda, nem normális. Hát igazából nem zavarja a rendet. Engem zavar. Ahogy van, nagyszerű. Magatán otthon is az asztalra ül fel, az ebédlő asztalra. Jó napot, uram. Jó napot, kívánok. Kérek, tornázok. Nagyszerű, tornázon. Elnézést kérek. Épp testben, épp lélek. Jajam.
Hú, olyanokat találok ki, csak legyek egyszer őrmester. Tehát lekerüljön rólam ez a sárga mellény. Oszi bátya az mennyire lesz hasonló karakter? Nem fog kábító szerezni, meg semmi ilyesmi. De egy, hát... Ez a közmunkázás lesz az élete. Mindenkit közmunkára rakjon. Köszönöm még... igazából az őszinte véleményét. Kérdezte, én mondom, én utasításra cselekszek. Biztos, hogy nem hiszem. Persze, de egy utasítást is többféle módon lehet észrevételezni és végrehajtani. Az biztos. Igen, Snikiás. Pontosan úgy. Zavar, hogyha hogy az állampolgárok rosszul viselkednek. Volt egy idős... És meglett az előző rablás elkövetője? Meglett. Elfogtuk. Beszorult egy sikátorba, most onnan nem tudott már kikecmeregni. Saját magának köszönheti. Keresnek az egyesen. Jaj, kettesen vagyok. Istenem. Én is. Alexandra itt van. Jó napot. Menni a kapitányságra? Legyen szíves. Persze. Kapitányságra kérem. Igen, ilyen igazi bunkó rendőr karakter a régi rendszerből. Nem tudom mi ügyben, de keresnek. Megyünk. Tiszteltem, Alexa. Tisztelet. Keresztes úrral nem találkoztam. Maga a legmagasabb rangú, azt hiszem. Igen, az imént még itt volt, igen. De veszte. Kuplung egy köztes karakter volt egyébként is. Tehát azért is nyomta így. Magyar György csendőr, igen. Tehát ő azért is nyomta így. Kuplung 8 hónappal ezelőtt is egy napra Anti és Oszi között volt. Akkor ugye egy napot húzta, most tovább húzta, de hát ezt a fajta aljas bunkó viselkedést, ezt nem lehet folytatni. Márpedig azért se, mert elkezdték nyomni ugyanezt. Tehát elkezdték nyomni ugyanezt a szexuális zaklatós dumát, és ez azért nem jó. Úgyhogy egyébként is befejeztem volna. Élveztem, jó karakter volt, csak ugye mindig az van, hogy megjelennek ugyanazok, és nyomták ugyanazt, és hallottam én is. És nem te, Funky, nem te voltál az, aki nyomta még ezt, hanem olyan karakterek is, akiknek eddig semmi köze nem volt ehhez. Tehát ugyanúgy elkezdtek beszólogatni, tudod, a csajoknak, kik itt hogy csinál meg ilyenek, és ez nem jó. Dohányzás káros, biztos úr. Ki mondja? Megvárjuk, hogy lesz még hát, ha még lesz egy rablás. Na, rádió, kérlek szépen mindenkit, minden egyes egységet jöjjön vissza a rendőrségre. Mutyi Jóska szeretne valamit osztani minden egyes kollégának, aki jelen van. Nagyszerű Mutyi Jóska. Egy pillanat, kérem, kiviszünk még sebbleget egy urat. Rendben, parkolóba várunk mindenkit. Van még valaki a kettes rádión véletlenül? Megnézem, jó?
Már most néztem meg, ezt nem nekveszem, nem szólott senki. Hát akkor én ide hívtam mindenkit, bár nem vagyunk sokan szolgálatban, de... Nem is baj, hogy ez az Mirror Parki benzinkút. Pár perc is jövünk, csak leugrunk az izni. Nem is baj ez, hogy átvesznek dolgokat. Csak tényleg ez, tehát ez azért... A csajok azok tudod. Az, hogy így random karakterek oda mennek, és akkor... Lufizás, újazás, ilyesmi. Meg nem is ez, hanem aljasabbul, tehát nem vicces, hanem aljasabbul. Csinálták, az nem jó. Hey Google, please stop the music. Jó hallottam én, hogy a Google elkezdett valami zenét. Valami zenét elkezdett. Nem szólt, nem hallottátok? Húva, Mutyi. Matyjauska. Matyjauska. Ezek a papucsos köcsöggel hozatja. Ha minden igaz, még két kolléga jön, de... Rendben, hogyha... megvárjuk őket. Rendben. Vagy esetleg sietnek? Nem sietünk, jött egy jelzés, de még szünidőnk van, szóval nem. Tanítás. Merre járnak az urak, hölgyek? Most vittek ki valakit a kockaparkhoz sepregetni. Jaj, akkor nem sokára itt lesznek, rendben. Elméletileg igen. Szóljon, hogyha nem bírja. Megbírom, uram. Rendben. Úton vannak kollégák. Davis? Itt vagyok, megyek persze. Utána egy elosztásom, hogy nem lenne rossz. Hát olyan, nem tudom, hogy kivel van, úgyhogy... Én már feladtam. Mert David csinál, akkor egyet csinálhatom. De hiába vagyok. Mindenki. Na mindegy. Lesz, hogy állok keresztes úr mellé, én is nagyon meg tűnjek. Ennyien lennénk, úgyhogy... Akkor itt is vannak. Rendben, még ott megvárjuk a... Még a két ember jön, igen, meg aki elrakta a járművet. De jó érzés volt barátnyi közmunkára. Mi lesz? Mit fog adni? Matracot? Ennyi köszönöm szépen, hogy megjelentek. Köszönöm szépen. Mutyi Jóska vagyok. És azért jöttem el ma önökhöz, hogy szeretném megköszönni a tegnapi hősies munkájukat, amit megtettek azért, hogy még aznap elkapjuk a, hát, csak fosófantomként ismert elkövetőt, aki ugye, hát, mint tudjuk, vagy értesültek róla, mindenhol ott hagyta a nyomát, ha fogalmazhatok így. Nagyszerű munka volt, gyorsalgálás, felettébb örültem ennek, hogy az egész rendőrség kereste a fotófantomot. Sikeresen el is kaptuk, úgymond, a délután folyamán, azóta már, hát, mint ahogy láthatják, most már tisztaság van a városunkban. Ezt a precizitást, gyorsosságot és hát hősiességet, mert megmondom őszintén, az is kellett hozzá, mint a tiszti orvostól kiderült, eléggé fertőző volt ez, amit ő itt-ott lepakolt az utcán. Úgyhogy én azért jöttem, hogy megköszönjem a munkájukat, és akkor mindenkinek kiosztanék egy érdemérvet, hogyha nem haragszanak is egy kis jutalmat a tegnapi hősies munkájukért, majd átadja Ragnarsson, ha jól emlékszem, ugye? Ragnarsson standártárban? Igen. Átadja majd a nem megjelent rendőröknek, vagy akik nincsenek szolgálatban ezt a jutalmat. Jó, hát akkor el is kezdjük. Jöjjön, uram, segítsen.
Tiszteltem, gratulálok a munkájához. Hát kiveszek egy pár darabot innen, és akkor át is adom. Meg egyszer, uram. Jaj, hogy vegye már el, legyen szíves, mert... Bocsánat, csak lassú vagyok. Köszönöm szépen. Már harmadjára ejtem el, uram, hát... Köszönöm szépen. Megtisztel. Ja. Egy kicsit álljanak szellősebben, ha megkérhetem, mert itt egymást kezéből. Mert én is kérdeztek egy tett. Köszönöm szépen a hősies munkáját. Na, nagy rakás. Tiszteletem, uram. Tiszteletem. Jaj, el ne felejtsem már. Kiveszek többet, jó? Mert így lassú lesz. Igen, csak rajtam van. Oszin is volt, Oszin is mindig fölvette. Önök is, uram. Köszönöm szépen. Elnézést, egy kicsit megszúrom önöket itt a tűvel, de hát nem olyan egyszerű ezekre feltenni. Ezekre az izmok. Hát, hölgyem, ne haragudjon meg itt, egy kicsit óvatosabb leszek, jó? Rendben. Nehogy valami olyan helyre szúrjam, jó? Nem, nyugalom, itt kicsit eligazítom. Nagyon szépen azért látom, itt már vannak kitüntetések ebbe a rangba már. Segítek. Tessék, uram, köszönöm önnek is. Én köszönöm. Köszönöm önnek is, uram. Rendben. Jó, egy kicsit megigazítom, még le ne essen. Igen. Köszönöm. Konor Sándor. Tiszteltem, uram. Tiszteltem, hogy jó úr. Tiszteltem, uram. Eltudom a pénzutalmat. És akkor... Húha. Kitűzném én ezt a kitüntetést, de... Hát hova tűzzem, uram, a Szocialista Magyarország érdemére miért mellé, vagy a kiváló dolgozó érdemére mellé? Arra a kiváló dolgozó érdemére mellé, vagy a pártagsági kitűzők alá? Arra alája mindenféleképpen, csak alája. Ja, rendben. Nem gondolja, hogy ezek már kimentek a divatból? Sose mennek ki a divatból, majd visszajönnek. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen mindenkinek, és akkor még itt a kollégám hozza a dobozt. Halló? Rendben. Ne tedd a dobozt. Még átadtam, mert akkor esetleg a többieknek is, akik még részt vettek a tegnapi nap folyamán. Jó. Kiveszek egy nagyobb adagot, jó? Rendben. Menjünk? Vagy ne menjünk? Mentek egyszerre? Én megjön a jelentést. És akkor átadom még a... Ezt kérem, juttassa már el. 1000 euró fejenként, rendben? Rendben. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Hát így tovább, urak, hölgyek. Hát ezt nem rakom be a raktárba, ezt elraktározom a saját lakásomba, hogy biztosan... Igen, igen. Fel is jegyzeteltem, hogy kik kaptak most. Ott van legnagyobb biztonságban. Hát, mert hova rakjam? Most rakjam a raktárba, ott kiveszi, aki csak akarja. 52. Jöjjön velem, akkor veszünk meg ezt. Hát én be tudom rakni a pénztárba, mi a pénzt rakasszába. Azt, hát jó, de itt nem csak a pénzről van szó. Jó, még benne. Hát az érdem éremek. Ja. György úr, aki még ne létezik szemboltra? Persze, megyünk is. Hát a pénzt ezt előbb berakhatod, csak ne legyen elfelejtődve. Mint hogyha már valaki elszágúdott volna, uram. Ja. Köszönni a tárgyat. Ment ki valaki egyszer boltra? Nem indult még senki, mert mindenkinek baj volt. 30 ezer. Akkor megyünk. Akkor kimegyünk egy Mercivel. Ne, Mercivel, négy személyesen. A Interceptorra. Inkább Interceptorra menjünk, mint ezével, Skodával. Gyűlöm ezt az autót. De. Ez meg már törött. Ezek tuti. Tuti a romák. Jakobsz a romák. Úristen. Jó van. Elszédült. Egy kicsit.
Baj van, uram. Nincs. Beszorult a lábam a gázpedál alá. Szerintem. Kiérkeztünk az Ékszerboltra, van kint egy Subaru VRX, az a kombi, van egy 9-es Evo és egy Venom. Úgyhogy ne menjen közel hozzájuk. Én csak idáig gyövök. Tehát egy Hennessy Venom, egy 9-es Evo és egy VRX kombi. Mit integetnek? Gyöjjön ide! Hülye vagyok, mi? Nem én mondtam. Bocsánat, az utolsó mi volt? Subaru, a kombi. Nem tudom, hogy az milyen. VRX, vagy... Igen. Hallgatom. Vannak elegen három autóra, hé? Hát négy, nem. Nem? Nem tudom, unnat tudjam. Hát megtetszik esetleg kérdezni? Megkérdezem. Vagy az estély? Vagyunk elegen három autóra? Szerintem estély az a kombi. Két oktárja. Szerintem nem vagyunk elegen. Három autóra van, vagyunk elegen? Ezt kérdezi itt az egyik ilyen maszkos, semmire kellő. Mi az, hogy semmire kellő? Hogy? Mondom, mi az, hogy semmire kellő? Nem vagy tisztában a szó jelentésével? Szerintem megleszünk, de lövészek nélkül. Megleszünk, igen. Hallottad? Hallottad? Megleszünk? Járdát használjanak majd, mert langon szöges volt. Minden két túl meglesznek. Gyerünk befele. Várjunk, mi? Vidd ki Félix úr egy Likánt. Igen, a Likánon kívül sem más nincs, mint egy túlzas autó nélkül. Akkor én és Alexa viszünk még egy-egy RS4-et. György úr, visszahozom, kapitányságba kéne hozni egy autót. Vettem. Félix, vissza tudod vinni a György urat? Visszaviszem én. Itt vagyok, jöjjön. Hol van? Milyen autót szeretne hozni? Vagy Likánt kéne, vagy Skodát? Akkor hozok egy Skodát. Úton vagyok én is. Jó. Ki lesz a túlsztárgyagot? Megyek ki? Persze, nem akarod is menni. Köszönöm. Nagyon! Ó, Istenem! Egy Oktáviát hozzon akkor, uram. Rendben. Kell még valami kintre?
Még egy Octavia, meg egy Likán. Hol van az Octaviám? Nem sokára indulok, csak bejött egy raptor a ékszerboltra, persze. Kollégák, tudják, hogy hány szöges lehet lerakni egy boltnál? Amennyi belefér. Nyolcat. És itt több van, mint nyolc. Konor úr zárta le. Elindult be akkor a ékszerboltra. Várjon, Conor úr! Föl kéne szedni egy szögest. És a szólva? És minket, te megállt, hogy gyilkos akart lenni? Nekem sose volt ilyen karakterem. Akkor most megyek be. Öngyilkos akart lenni, meg pláne nem volt. Ja, Fritz volt az, akire te gondolsz. Ez Fritz volt. Fritz volt az, aki sminkelte magát, ami Kaczynski Zoli. Nem én vagyok, van nálam. Volt. Sziasztok. Az még a Kaczynskis időszakban volt. És elvileg Fritz visszatér majd. Pistiről. Pisti nem akart öngyilkos. Mondjuk de, ő is öngyilkos akart lenni. Vagy mi akart lenni Pisti? Embert evett. Szerint mindegyik ármény fog indulni? Mindegyik fog indulni, biztos is. Értem. Azt mondták, hogy semmire kell, ők mindegyik indul. Hát ők mondhatnak bármit. Na biztos. Keresztes, oda is adom maguknak, mert maguk a maga legmagasabbak. Jó, akkor én átadom. Ezt a megtiszteltetést. Már mind nekem? Aha. Köszönöm szépen. Nem szeretné ezt a megtiszteltetést? De szívesen megcsinálom. Te is megettél. Én az a két úr. Én hoztam egy Skodát, azért nem? Pillanatot kérek. Igen, jó kéne legyen, van két Skoda, két erős négy. Csak még van ugye Morello úr, meg Leo úr, ugye ilyen fönn vannak az Olympuson. Ők hoznak még egy Lycant? És akkor olyan, hát, remélem. Intercept, azt mi fog durrani a kereke, hogy elindul? Az nem kéne elinduljon. Jó. Az a túlszos jármű. Akcióparancsnok itt a túlsz tárgyaló, Mercedes Lincoln 11-en, egy túlsz tartózkodik a... ékszerboltban. Azt szeretnék az egy túszért, hogy van a ruhabolt, de ahogy megyünk a templom fele, és arra szeretnének szabad utat, meg egy felüldözést, ennyi, vége. Amán két túsz. Az egy nagyon nagy RP volt, kár, hogy ott a mentős, az ki is lépett. Lehet húzni az időt, mert van két kollégánk, aki nagyon kéne, és még egyre az Olimposzon van. Még egyszer nem hallottam. Olimposzon van valaki. Kicsit húznia kéne az időt, mert van két kollégánk még, aki nagyon kéne, és ők még az Olimposzon vannak. Jó, rendben.
Az én autóm jár. Ez egy olyan... Nem tudom, Morellék mennyire annak elfoglalva esetleg a... Ki az mérgát, és akkor túlszágyal is. Max üldöz. Jó, csak igen, ahhoz azt kéne, hogy tudni, hogy most ők jönnek-e, vagy nem? Hát, az a baj, hogy én... Hát, hogy mondjuk... Ott elüldöztük azzal az RP-vel, az ottani mentős, az... Csak nem válaszol. Az kilép, lelépett a szerverről. Merre kérték a szabad utat, uram? Ide a szabad... Próbáld. Jó. Igen? Hát legalább, hogy annyi már azt kaptam, hogy elsőbségi dolog van. Segítsen már kérlek szépen valaki. Persze, persze. Csak az a baj. Rendben, csak itt nem szeretném, hogy a szegesen maradjon azt hiszem. Egy két percet várjunk, míg jó. Azt kapom itt SMS-be. Csodálatban. Persze. Hanyaglagos vagyok, és mire amúgy? Csodálva. Hát ez mekkora volt, kilépett a szerelő? Írtad neki egy SMS-t? Ez mind? Ez mind, Sándor. Ez mind vagyok én, jó. De én se tudom, hogy mi vagyok. György. Mármint azt azzal tisztában vagyok a nevemmel, Sándor. Csak munkásember. Munkásember, így van, becsületes. Ilyen korban még jár a szolgálatba. Hogy ne járnék. Akcióvezető úr. Davis? Anti kinőtte a szervert. Davis, nem hallaszok, állátó. Az a helyzet. Tényleg kinőtt neki. Na jó, hát akkor osszuk el, még kivezeti a más iskolát? Én. Jó. Mire kell lesz vinni? Mert akkor legyenek önök az elsődlegesek. VRX. Szoborúra. Ferdeálló. A melyik az? A jobb oldalira? Hát ugye mint a X-első van a lépcső felé. Tehát a jobb oldali. Persze. Jó. A György úrnak van lövésze, ugye? Nincsen. Nincsen. Ki van, aki szabadon mozog? Igazából mindenki. Én szerintem itten senki nem lesz a lövész. Mi a helyzet? Davis. Üdvözlet az élők között. Üdvözlet, bocsánat. Ki hozott még RS4-et? Én vagyok a másik. Beosztod? Itt egy pillanat. Igen, csak azt próbálom intézni, hogyha a túsztárgyaló kijönne vezetni, akkor, és lenne még egy kollégánk. És kimarad a túszokkal. Igen, és igen. Lenne még egy kollégánk. Lenne még egy olyan ember, aki elvinné. Nincs lövészre se kapacitásom, szóval. Nem, az nem az a Subaru. Hát, ha meg lehetne beszélni, akkor az lenne a legjobb igazából. Túsztárgyalj, egyébként igen, Antti Rennivel volt teljes. Ha nem tudnak leóék jönni. Még egyszer? Kérdezem meg az elkövetőt, hogy egy autót nem tudnál elengedni. Mondja itt az egérke, hogy elengedik a Subarut akkor. A pirosat, vagy mi az barnát. Szuper. Akkor van valakinek lájkánja még? Keresztes úr például? Hát nem tudom. Lehet, hogy van. Hát nekem biztosan van, de nem akarnám feltétlen vezetni, hanem baj. Hát vezetem én, bár én is mikor fogtam utoljára ilyen gyorsoknak a kormánykerekét. Nem tudom. Elvállalom, de nem vállalok garanciát.
Jó. Oké, akkor le tudja cserélni a Skodáját? Lycanra? Hát nekem nincs szerintem Lycan. Akkor Alexa? Igen. De akkor... Jó. Akkor úgy fogunk felállni, hogy te fogsz menni Félix elsődlegesnek a Lycannal, a Venomra. Igen. És György úr beül mellé lövésznek. Rendben. Keresztes úr fog menni másodlagosnak. Ő mi lesz itt? És akkor mi az Audit meg elviszik a Alexával. Hát, hogyha úgy van, akkor nem tudom, hogy a Alexa mennyire szeret bevezetni. Max, nem akar vezetni Lycant. Nem Lycan, RS4. Csak ugye György úr betűnőleg ad a lövésznek a sofőrnek, hogy nem jó vezet. Ja, megvárjuk, mi visszaérnek, és akkor ja. Alexa, te szeretnél vezetni RS4-et? Hát, azzal vagyok én. Jó. Oké. Okay. Nem csak ugye, mert hogyha két Lycan belül ugye a két lövész, az RS4-hez nem lesz lövészünk, ugye. Köszönöm szépen, Botika, a követést. Úgyhogy igen, ott úgy volt teljes Anti. Azt csinálni, hogy... Anti azzal volt teljes. Hogy Alexa megy el elsődlegesnek az RS4-en. Nem, akkor György úr belül mellém lövésznek. Nekem szóltak egyébként, mert itt az urak társalognak is nem értek semmit. György úr maga beül mellém az Audi RS4-be. Elsődlegesnek elmegyünk ketten, Alexa jön el másodlagosnak. Jó. Te mész el Félix elsődlegesnek a Venomra, és mögötted jön keresztes Sándor úr. Nem. Intézzük egy pillanat az autót. Egy pillanat, és ott vagyunk. Csak hát aztán valaki kiszállt a történetből, és Antinak menni kellett. Hát utána már nem volt jó. Nem volt ott, utána már nem adta. Túlhajtottuk Antit. Az volt a probléma. Ide jövök, ez lesz az én autóm, ez lesz. Akkor út. Igen. György úr, változott a történet? Keresztes úr, nem... Vezethetek, ha szeretné György úr, de én nem. Jó, akkor György úr, maga vezeti az RS4-et, maga lesz a másodlagos, és hozzám ül be keresztes úr. Én vezetem az RS4-et. Igen, a melyik RS4-et? Azt a tort? Igen. Én leszek akkor a másodlagos? Így van. Jó, vettem. Kollégák, együnk tornát. Sosem értettem az RP-ben a magázódást. Hát... a rendőrség nem tegezik egymást. Szerintem. Azt kérdezik az urak, hogy mehetnek-e? Persze egyébként... nincs jelentősége, de ez azért szerintem hozzáad egy picit azért. De én mire megyek? Azt sem tudom, mire megyek, nem figyeltem. Maradt életbe. Ötvenkét éves vagyok, engem magázzanak.
Nézzük Gina-oka. Mit tudol? Ügyes? ez egy ügyes trükk volt. Felhívnám a kollégák figyelmét, hogy az elkövetőknél lőfegyver van. Nálam is. Láttam, hogy hol ment ki. Visszafele ment a város fele. Vettem. Hogy mi van már ezzel a kocsival? Hát ez eltűnt. Nem fértünk ott át. Úgy tűnik, hogy az emót is elvesztettük, hogyha látjátok, akkor esetleg akkor vagyatok. Szép volt Gina-oka. Le fog merülni a headset. Ügyesen csinálta Gina-oka.
Hát ezt mondjuk jó benyaltuk. Tettük. Hát ez vász, bottal üthetjük a nyomát, elment. Jó, már jó volt. Egyébként ott az ékszerboltnál van egy Skoda lezárva. A gazdája menjen vissza, ért. Majd a gazdája visszamegy érte. Ja, rafináltak, nincs ezzel gond. Jó volt. A lezárat csak a problémát szerintem. Ugye? Igen, szerintem. Egyszer itt rögtünk kábítószeresen, hogy eltévedtünk? Ugye? Rémlik valami. Szerintem még Oszival meg Sheltonnal eltévedtünk el itt. A faszba lehet innen kimenni?
megtanáltam az Evo-t. Fejletbe. Hát itt van! Köszönöm. David Davis 17. Hát itt van a rohadék. Ha először erre a reptér fele megyek, akkor még talán lett volna esélyem meglátni. Jó, elteszünk a kocsit. Szabadon vettem, mert Félix kiment. Várjon, jövök. Valami is megjárod be? Szerintem igen. Hol vagy? Agyagy 10 hét további szép estét. Jó pihenés, jó estét, viszlát. Viszlát, György úr. Jó pihenést. Viszontlátásra. Jó, tabletből kiírjuk magunkat. Ez fontos. Discord. György uram, itt van a szoktáliája, nem tudom, hogy elraktad. Elraktam, elraktam, köszönöm szépen. Viszont látásra. Na, hölgyek, urak, jöhetnek a vélemények a mai nappal kapcsolatban. Még kimegyünk paletóba, aztán ennyi. Mit láttatok, hogy láttátok, hogy volt, jó volt, nem volt jó, mi volt jó, hogy lenne jobb? Szerintem egyébként teljesen rendben volt a mai nap. Picit azért jobb volt már, mint tegnap, de tegnap se volt rossz igazából. A vén cigány, legközelebb majd beszélek vele. Ő szerintem idősebb, mint én. Kezd egyébként igen, napról napra jobb lenni. Egyre jobb.
Ez a lényeg egyébként, hogy egyre jobb legyen. Ez a 91-el tötyörgök, mint egy elmebeteg. Na, Raidre nézzünk közbe valakit. Van Alexa. Hiszem, ő van egyedül. Hímezik egy kis zűlés. Majd lesz zűlés, de tehát... Tehát majd megmondom, milyen zűlés lesz, majd ki lesz találva nyilván valami hozzá. Most még első körben az... Hát Mo, mit tudom, mit csinál, Mo Nordgárdozik. Na, az... Nem... Van elég sok mindenki, akit berédelték, de... De ilyenkor egymást szoktuk rédelni, akik a GMR-en játszanak. Úgyhogy valaki átmerte megkérdezni, hogy meddig marad még Alexa, akkor oda megyünk. Járőrbe valakihez. Valat 30 percet tud itt, aha, jó. Vem, fú, ez kegyetlen. Ezzel valamit csinálni kéne, ezzel a kocsival. Van egy egyedi autó, mondom Nemezisnek, hogy tegye be helyette a Warburgot, de menjen egy 180-at, azért tuningos Warburg legyen. Á, teljesen kegyetlen. Milyen vagány ikonok vannak, nézzétek már. Mondjuk lehet nem látszik. És egy röccenés sem volt egész stream alatt, pedig ugyanannyian voltak, mint tegnap. Ugyanúgy mentem gyorsan, ugyanúgy volt forgalom, ugyanúgy volt minden, egy röccenés nem volt. Lehet, hogy azért jót tett neki, hogy Windows 11 egy picit, nem tudom. Úgyis az lesz, hogy vagy vasárnap kellene szétbombázni a gépet, kicserélni az alaplapot, betenni az RTX 3090 Ti-t. Meg kéne néznem, hogy elbírja egyáltalán a táp. Hiszem 1200 wattos tápon van. Mondjuk erre biztos, hogy van minden rajta. Vüm. Arról lesz live, csak mivel azt a képet szedem szét, amiről megy a live, előbb össze kéne építenem a másikat, amiről mehetne a gép, vagy mondjuk mehetne a másik 3070-es gép. Jaj! Mehetne az Optimus Magnusról, a kis gépről, ami ott van hátul, abban egy 3070 van, 10. generációs i7 10700, meg a 3070. Azt kéne beüzemelni.
egyébként most, hogy így gondoltam rá, mert... Igen. Az igen, Gyuri. Na, akkor kösz szép, annyit voltatok. A Gyurika az kipattan a játékból. És akkor átmegyünk Tiramisaur. Aztán írjátok meg neki, hogy Magyar György 10-7. Sziasztok, jó éjszakát, holnap jövök. Holnap péntek, aztán szombaton nem leszek, de holnap még leszek, aztán meg vasárnap. Sziasztok. Megmutatni, mert nem jön ki a farzsebemből.